Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! A fantasztikus 6000-szer lejátszott zene után, amivel indítottunk. Reméljük, nekünk jobban örültek. Itt vagyunk. Kedv van, és hát nem mondom, hogy melegebb. Azt nem tudom megígérni. Sőt, gyerekek. Szerintem hűvösebb a reggel, mint tegnap, nem? Igen, kiléptem házam ajtaján, és egészen csípős a reggel. Úgyhogy legalább mínuszok nincsenek. Hát az nincs már, igen. Az nincsen. De és hát marha világos. Hát egyre inkább ugye megint megyünk bele ebbe a világosabb időszakba. Én most a határúton, amikor mondjuk pénteken ott felszálltam a hét utolsó munkanapjának reggelén a metróra, akkor ott még azért nem volt ilyen világos, mint most. Ugyanarra a metróra szálltál, mint ma reggel, időpontban? Aha. Érted? Várjálva lehet, hogy valahogy a Kossuth téren keveredtem, vagy... Mi más a világossági faktor? Persze, igen, egyre korábban. Világos van. Igen? Nagyon világos van, és ráadásul ugye nem is nagyon felhős az ég, ugye jó idő lesz itt, hétvégére már azért lesznek ilyen 20 fokocskák, nem lesz rossz. Nem lesz rossz. Teljesen más így elkezdeni a napot. Jó Isten. Minden szeretetét belerakta. Benne édesítő, semmi? Nem akar mérgezni. Látod, hogy milyen rendes gyerek? Nem baj, most vettem rizszirupot, úgyhogy majd teszek bele. Rizszirup? Azt hoztam. Meg kókusztejet is hoztam. Az nagyon jó. És hogy csinálnak édességet a rizsből? Ez egy jó kérdés. Mert hogy a rizs maga ugye nem egy édes. Van abba, csak hát valaki sok rizs kell hozzá. Tehát sok rizsből lehet sok kevés rizszúropat, de az ilyen. Az bizony, az fincsi. Jó kezek, mert a glikémiás indexük ezeknek sokkal, de sokkal alacsonyabb, mint mondjuk a cukoré. Uh-huh. És az édesítő jellegük, vagy az édesítő hatásuk, az pedig közel azonos. Nem mindegyiknél, mindig a vízén nem tudom ezt konkrétan, ugye a agave szirup. Az az agave. Ott például ilyen. Ennyi agave a világon nincs szerintem, amennyit eladnak belőle, de mindegy is. Vagy van? Jó? Biztos van. Agave biztos van. Ez olyan lehet egyébként így, helyen közel, mint a mit tudom én, narancslé, és akkor rá van írva, hogy 78%-ban alma. Alma. Ilyen szabócsi. Ott van. Látod meg? Gyerekek, tegnap bevásároltam kicsit, mert úgyse veszek soha semmit, már így a közösben, úgyhogy vettem rizszirupot, használ nyugodtan. Ebben tökéletesen. De ezt én is tudom. És vettem zabot is, azt is eltett nyugodtan. De rendes. Megvettem egy kis kókuszét, mert láttam itt a banyagot, most nagyon jó, sima, de kókuszét is vettem. Úgyhogy... Nagyon jó. Egyéb élelmiszer nem volt. Kérlek szépen, vettem még tönkölybúzás kekszet. Mézes, tönkölybúzás, mézes keksz, az is nagyon finom. Aha. Tényleg nagyon jó. De azt nem hoztál. Meg nagyon sok zöldséglevet, de azt nem hoztam be. Aha. És kis szatyorral indultam ma reggel. Tehát, hogy így rendesen ilyen kis mint egy kis, érted, nekem jön haza a bevásárlásba. Volt kis szatyrom, beültem a taxiba. De már tegnap este összepakoltad, ugye? Lefektéssel. Tegnap este bepakoltam, és odaraktam az ajtóhoz, ugyanis egy papírszatyor volt, és nem akartam, hogy a gyerekek fölébredjenek, és az ajtó mellé raktam a papírszatyrot. Honnan ez a gondoskodás? Honnan ez az előrelátás? Ez a fiú nem ugyanaz nem a fiú. Nem az a Balázs, aki tegnap innen elment. Igen, mert te voltál az, akire azt mondtuk, hogy fie, holnap behoznád Balázs a mit tudom én itt, akkor az tudtél, két hétig biztos, nem hogy elfelejtettem, igen. Kettő nem úgy tudom. Jön, hogy a Viki behozta. Kérdez, tegnap elmentem a gyerekkel az óvodába, és azt mondtam, hogy gyere, Benni, elmegyünk egy kicsit vásárolni. Elmentünk ott vásárolni, a közel egy kis bioboldba, és mondtam, mikor, ha nem most? Hát hozzak. Nem. Hozzak én nektek. Mert te nem eszed ezt a kókusztej zab, tehát erre nem tudtunk rávenni, de mondom, Janinak kicsit felturbozzuk a készleteit, úgyis mindig én járok rá az övére. Mondom, akkor most igen. Lelkiismereti okokból mondom, 2-3 liter kókusztej. Mondjuk hol eldugva egy literembe az asztal alatt? Biztos, hogy biztos. Azt nem tudok róla. Érted. Abból mindig csak kicsit lopok, hogy ne vedd észre a fogyást, visszatöltöm vízzel. Nem baj egyébként. Úgyhogy most föltöltöttem a készleteinket. Most legutóbb hoztam egy ilyen fél kilós, vagy annál talán picit nagyobb mézet is, azt valamelyik nap már láttam, hogy Laci morgolodva. Én ezt is megette valakit, tudod. Hát ki más? Érted? Miért morgott a Laci? Hogy elfogyott a méz. Elmondom. Jó, hát most majd hozom. De egyébként az azért fura, mert azt még én hoztam.
Ez már nem az. Az nagyon éke volt már, amikor azt hogy nem az, azóta már elfogyott fél kiló gesztenyeméz, amit én hoztam. Ez nem az, akkor ugye fáját, akkor ez tényleg gyorsan fogy. Egy valószínű, hogy rájárnak mások is, mert tényleg az a bödönméz, amit én hoztam, ez sűrű volt. Mert az egy ilyen olyan befőttes üveg volt, ami nem volt magas, de 3 kilométer széles volt. Most abban egy 4 liter méz belefér, most ezen 2 hét alatt valaki ezt senkire vert. Ezzel azt azért akartam, hogy 4 liter mézet hoztál. Abban nem kell sok. Abban nem kell sok, és mégis azért itt nagyon gyorsan fogy minden. De most pótoltuk. Ez így nagyon a jó készleteinket. Lesz. Mi is tegnap, illetve nem én, hanem a Moni vásároli volt, mert jeleztem neki, most mondtam felének, jeleztem neki, hogy ennék egy kis zeller szárat, mert azt nagyon szeretem. És tök így mártogatni, meg olyan nagyon kellemes íze van. Csak nem kapott akkor a kiszerelésben, amiben én elképzeltem, ezért hozott egy nagyobb kiszerelést, úgyhogy ma a macska, a kutya, a gyerek is azt visz magával. Egyébként én is azt teszem, Moni is azt teszi, lefekvés előtt is egy kis zeller, felkelés után egy kis zeller, a szomszédnak is viszünk át kóstolóbb a zellert, és zellerből fogunk komposztálni. Nagyon jó a zeller, mert igen? Férfi erő. Aha. Azt a mindenit. Már csak, nem kell, hallad tudjuk. Hallad felén, csak púlni tudok. Igen. Már ne, ma este nem 3, hanem 5 menetes lesz a púlni. Jó, gyerekek. Taxival jöttem reggel. Autó hol van? Eladtad? Eladásra került. Ó, Istenem, búcsút vettem az autótól, gyerekek. Elég volt. Tényleg? Meguntad? Nem. Nagyon sok felismerésem van mostanában. A magammal kapcsolatban, meg az életemmel kapcsolatban. Az egyik felismerés, hogy ezt már csak egy bontot tudtam. Az egyik, benni, és el is vittem. Az egyik felismerésem, hogy ne hajj meg úgy, hogy nem volt egy Maseratid. Végre! Na ígyetek el, egyre jobban, egyre komolyabb mélységekben török, és az egyik az ez, hogy ne hajj meg úgy, hogy nem volt egy Maseratid. Na, hatással volt rettek a Floyd Mayweather Instagramja. Ne hajj meg úgy, hogy nem volt egy 458 Itáliád, úgyhogy egy picit újítunk. Nem, rájöttem, hogy egyszerűen nem akarok ilyen drága autót. Nem a tiéd, igazából. De nem akarok drága autót se. Ja, hogy nem akarsz drága. Akkor nem akarok drága autót. És mennyivel többet tudsz a gyerekkel lenni, hanem a szervizbe vagy állandóan a kocsi. Nem, most tényleg az utóbbi egy évben már semmi szélesemben nem volt. Kicsit kikarikíreztátok itt mindig a garanciális javításokat, amik egy új autónál azért vannak, persze. Hát egy álló autó nem romlik el igazán. De hát egy új szériás autónál van ilyen. De rájöttem egyszerűen, nem kell. Aha. Nem kell. Most meglátod majd a másikat, amit veszek. Mi a terv? Egy 1-2-es Lada? Na most, hogyha holnap biciklivel jössz be. Hát nem szarautót akarok, magammal kézért, tehát azért a generációk nőttek föl. Hát, mert nem volt más választás. Az azért igaz. Most már azért más típusú országban élünk, talán van más választás. Az 1-2-esek azok a Taigán is elmennek. Persze, de a Lada Nivát is vehetnék, de azért kiszúrni nem akarok magammal, mert azért ez egy Ladával szól, hogy azért nem. Nem tudom, tényleg arra jöttem rá, hogy egyszerűen mi a fenének áll az embernek ennyi pénz, ilyen drága autóban. Csak lehet, például valami, hogy annyi Dacia-t vesznek, nem? Nem, azért Dacia Logan-t se szeretnék, se Fiat Multiplát. Vegyél Duster-t, az menő. Tudjátok, én mindig azt mondom, hogy nem gazdagnak kell lenni, hanem nem gazdagnak kell látszani, nem gazdagnak kell lenni. Igen. És akkor innentől kezdve már nincs így bizonyítani. Nem tudom, mit veszek. Most eladod a kocsidat, és rátör egy ilyen szabadságérzés, hogy nincs autód. Egy komolyan mondom, hogy egy ilyen nagyon tét nélküli dolog, hogy lesz, ami lesz. Nincs autóm. Uh-huh. Tegnap sétáltam a gyerekkel az óvodából. Havi ki otthon, elmegyek. Új érzés, mi? Otthon ülök, új érzés, mi haza sétálni. Igen, és egyébként felszabadító. Nem megkérdezte Benni, hogy abban rosszul vagy, mintha megszidulnál, nem csak furcsa. Az aszfalt a lábamat érte. Ja, Istenem. Apa, mivel le kell ülnöd? Ez 10 métert sétáltam, haladtam, hát se lehet, ez elő kívánok. Addig el kell jutnunk. És már vonszolja magát. De apa, az nem a mi házunk, az nem a mi házunk. Az egy taxiálló. Úgyhogy gyerekek, egyelőre nem tudom. Aha. Nem tudom még. De még én ilyenkor tervezgetnék, tehát ha így nem lenne kocsim, akkor azért meg gondolkodnék, hogy ugyanilyet vennék már, csak nem mondjuk zsírújat, hogy régebbit, magasabbat, igen, vagy egy lapos sportosabbat. Kell-e számítsunk a családra, vagy annak ott van a Viki autója? Nem akarok ilyen sportautót. Aha. Már megöregettél. Nem vágyom rá. Valami egyszer, hogy a család bicikli bőrön, tehát hogy klasszik továbbra is ugyanezt, egy kicsit nagyobbat. Tessék? A vonat. Igen, volánbusz. Igen, pont jó. Mennyi volánbusszal, minden elfér. De a negyedért. Tehát, hogy így tényleg egyszerűen nem kell. Nem akarok drága autót. Szeretem azt az érzést, ami volt kint Afrikában,
És például, hogy kaptunk egy ilyen 1-2-es pólót. Hogy van egy céges autó. Az a céges autó. Tök jó, ez az érzés, hogy ez nem rossz. Nem kell rá vigyázni, nem kell bezárni. Nem aggódsz érte, nem félsz, hogy ellopják. Az egész, minden plusz dolog, amivel ilyen terhet raksz magadra, az egy plusz lelki teher is. És egyszerűen szabadulok már ezektől abszolút. Akkor nem arról van szó, hogy az Ákos oda szólt, hogy Bali, legfrissebb hírek szerdától 9 forinttal drágul a benzin. Basszus! Eladni! Eladni! De mindent eladni! Na de várjál, nem egy 5000-es benzines sem volt. Hát egy 3000-es dízelautóm volt. Hát az 8 liter, 8 féle jártam vele. Azért az egész baráti. De most lett volna egy hát Cadillac Escalade-em, egy 5000-es Cadillac Escalade-em, és tankolnék vele 100 kilométerenként, nem tudom, 30 litert. De 3000-es dízelmotor volt. Hát nálad jobban senki nem ismeri a tankokat, hogy mennyit bírnak. Hogy valójában mennyi fér beléjük. Hiszen te vagy az, aki koppanásig használod mindig. Igen. Úgyhogy nem tudom. Valami lesz majd. Egy-két hétig most nem lesz autóm. Izgulunk. Jó, azért a tavaszi turnéra szerezzél valamit, mert az enyémben nem fogtok beülni. Okay, meg két személyes. Nem tudom, hogy holnap hogy csináljuk meg azt, amit szeretnénk autóval, mert hogy nincs autóm. Basszus, tényleg. Ez most jutott eszembe a taxiban. Hogy lassan ugye házátadás van majd. És azt holnapra terveztük. Feléjével megyünk le. Engem nem fér be senki. Mit ti kettelném, hát engem rá gumipókoztok a hátoldalra. Ugye, de ilyen a Laci is, ő meg a csomagtartóba. Hát vele meg azért csak nem akarok összekapaszkodni. Na, azért tetető ő a csomagtartó. Na mindegy, úgyhogy gyerekek, ez van. És jó, taxival jöttem. Menő, jó. Teljesen akkor. Izgulsz? Izgulok nagyon, hogy milyen autót választasz, mert az autó maga a lélek, a férfi lélek. Ez egyébként tényleg így van. És azért vagyok kíváncsi, mert te már voltál mergás, neked volt ilyen két személyes. Nem, nekem német autóim volt. Német autó, most igen. Ugye behúztál egy... Angolt. Angolt, és angol-indiai. Hogy... igen. Ugye a tulajdonos mindig mi? Angol-indiai, tehát akkor... Angol-indiai, de angol... Akkor de végül is egy Suzuki Marutit veszel? De ezt úgy értsük? De az indiai. Tehát már ugye megvette őket. De a tulajdonos vagy pedig ilyen? Nem, hát mindig a tulajdonosi kör az más, de attól függetlenül angol autó marad mindig is a Range Rover, csak ezeket nagy ilyen gazdasági koncernek ugye felvásárolják a különböző autótípusokat, és akkor ez egyszerűen más országban van a tulaj, azt hiszem a Tata, tehát indiai. De nem úgy gyártanak. De nem úgy Tata, hogy Tata, nehéz. Bácsi megvette. Nem, azt hiszem, hogy mindig ezeket Angliában gyártják egyébként, csak az indiai Tata a tulajdonos. Kínai tulajdonosa van a Volvónak, meg tehát össze-vissza már igazából ránézel egy autóra, már nem ott gyártja. Most nem én illúzió romboló. Igen, abszolút. Tehát nagy koncernek veszik meg. Aztán mondom tényleg, a Volvo például már kínai nagy vállalatnak a kezében van. Azt mondom, hogy ha holnaptól kezdve ilyen iszonyatosan átmenni ilyen hardcore környezetvédővel, aki tényleg csak bringával jár, de nem egyszerűen egy biciklivel, hanem már egy ilyen, tudod, ilyen fekvővel jön. Fekvővel, ami termel áramot otthon. Tudod, áramot termel, igen, ott van. Nem, a telefonját már tölti idefelével. Autósként kevés dolgot utálok jobban, mint ezeket a fekvő bicikliket, mert konkrétan nem látom őket. Tehát a múltkor majdnem kettőt ütöttem el úgy, hogy olyan ívbe kanyarodtak ki elém, hogy nem láttam, ugyanis befordultak a holterembe alám a rómainál, ahogy mész egy ilyen kis mellékutcában. Az Osan mellett. Tehát szemét bringások a római biciklisztek. Nem, autóút volt. Autóút volt, de ez a tekerős, ez egy baromság. Tehát tényleg, és nem lát annyira laposan és annyira lentül, hogy majdnem kettő alám fordult, és nem látom, és olyan mérges voltam, tudod, és a hülye nem vette észre, hogy veszélyben van. Úgy fordult ki az autóútra, a bicikli útról, hogy nem is nézett szét. Nem egy ideális elütöd, pozíció. És te vagy a barom, hogy elütötted, de nem látod. Figyelj, csak mondom neked, megnyugtatásképpen, hogy vannak azért olyan kerékpárok, vagy típusok, amiket a kerékpárosok sem, a hagyományos kerékpárosok sem tudnak nagyon értelmezni. Ez a fekvő. Én szerintem ez hosszú távra jó. Én szerintem ez az. Én kipróbáltam egyszer egy ilyet, kifelé a városban értelmezhetetlen. Nem tudok már mit kitalálni, már különbözni akarok, már nagyon más vagyok, mint a többi. Én már emülök föl, akkor majd most én fekve biciklizem. Ez tök jó, tehát ezen nincs baj, csak ne jöjjön le az autóútra. És utána még láttam, hogy hárman majdnem elütötték őket, mert nem látod. Kényelmes egyébként? A hosszú távra egyenesre, igen. Tehát kint, hogyha országúton mész, akkor jó. Nagyon kényelmes, meg úgy van ugye átszerkeszt, hogy az izomzatodat másképp terheli, mint a rendes bringa. Tehát elméletek hosszabb távot tudsz menni kényelmesebben, de a városban, ahol kanyarogni kell. Sokat hát látsz a tájból is. Minden magassági kb. Ja, viszont az egen gyönyörűen tudod figyelni. Az nagyon szép. És a madarak. Fantasztikus, meg a kedvel. Ott egyébként neked lett volna igazad, hogyha elütöd. Már nem így, hanem hogy... Hát az a baj, hogy nem. Szóval igen. Hát ha vége a bringa útról, ha te úgy jössz le a közútra, hogy nem adsz elsőbséget, akkor ott az autósnak van elsőbsége. Én a biciklisekkel vagyok alapvetően, de azért én is. Én mindenhol megállok, menjenek. Én is tekerek, tehát nekem azért ez egy persze egy jó kép magamról, hogy nem meg sehol minden, de
én tekerek hétvégén a Benivel, meg van bicikli tartom, tehát mi is megyünk. De nem így. És nem, bukós és abban, és fekvetek el, hú, de klassz. És négyen majdnem átgázolnak rajta, tudod, mert hogy nem tud arrébb menni, nem tud körbenézni, hát azért az nem fáj. Én ezt meg a tandemet nem tudom értékelni. A tandem nagyon jó. Figyelj meg a tandem, nem, én nem akarom nézni valakinek 150 km-en keresztül az izzadt hátát. De most az életed szerelmével. Ráadásul, ha én vagyok elől. Én sértem a tanítást. Annyira jó, nem már gyereke. Szerintem nagyon mű. Ilyen húmi nagyon egyek vagyunk, húmi együttek. Nagyon jó fej vagyunk. Együtt tekerünk. Mi annyira egyek vagyunk, hogy mi külön se tudunk két bringára felülni. Majd mi most tandemezünk. Tudod, milyen jó a tandemezés? Nagyon kár. Gyerekek, nem már. Tandemeztetek valaha? Én ültem tandemen. Régen kellene. Mi az, mit szoki? Az, hogy fölülsz a pároddal egy bringára. Miért nem lepedöm meg, hogy ez neked tetszik? Imádom. Figyelj, tudom, én azért nem veszek, mert nem fér el nálunk. Nem tudom fölvinni a negyedikre a liftet. Állítsd föl. De oda úgyse tudod, hát hosszú. Lógass ki az erkélyem. Oké, csak hogy viszem föl? Ja, csak leenged, azt visszahúzod, igen, és ott lóg az erkélyem. Jó, csak az a baj, hogy érted, nem tudok fölfütyülni kinek, hogy eressze le a biciklit. Az igaz, valakinek mindig a lakásban kell lenni, hogy engedje le a biciklit. Rögtön mondtál egyébként egy olyan praktikus szempontot, aminek nem felel meg a bicikli. Nem, ezért nem szeretjük, mert nem lehet hol tárolni, de hanem az egész ilyen. Nagyon. Nem mi annyira egyek vagyunk, igen, még együtt is tekerünk. Egyet teszünk, egy fagyit nyalunk, nem már? Hát. Két fagyit nyalunk, de csak az a baj, hogy te csak tehetnél, tegnap só lettem. Jaj, most akkor tekerem. Halló. De még tekerni nem sem merek máshogy, mint ahogy az első teker, ugyanúgy tekerek meg. Egy mi defekt rögtön formák, két emberrel csesz ki. Tehát, hogy... Viszont ketten vagytok, gyorsabban tudjátok megjavítani. Ja, tényleg. Bocsika. Ha hátul gyerekül, vagy gyengénlátó, vagy bárki jön, akit vinni kell, az oké, de hogy két egészséges ember, akkor a szimbiózisban vagy még együtt is teker, az olyan ott, szép ott valakinek két pöcse van. Hidd el nekem, hogy ott valami nem stimmel. Nekem. Hát egy akkor mindig arra gondolom, hogy oké, kukija van a mennyasszonynak. Nem már. Ez nem ő kéri, ezt együtt kéritek, hogy fölülni és együtt suhansz bele a tájból. És hányan megkajálják, és ugye, igazad van. És sok kevesebb, ilyen embert a világban. Kevesebb erővel tudsz. És ez az ország ezt megkajálja. Kevesebb erővel tudsz nagyobb távra eljutni. A család ereje egyesítve. Hosszabb távon. Én nem. Én ezt nem. Sose fogom neked aláírni. Én imádom. És mindig látom az arcokat, akik ülnek rajta, és azt mondom, hogy oké, értem. Meglátom, hogy sokkal így jel. Igen. De jó, hogy velem vagy ebben. Tapsolós sapka a fején, és akkor... Nem, a horgászos dalt nem énekeljük, és tapsolós sapkák. Száll, utána elesik műesésbe, igen, feldobja a hangulatot egy műeséstől, majd nagyon hangosan kér hekket és két üveg sört. Igen, ez a típus, ez az. És akkor végét, és elnyom valami nagyon jó dumát. Kikér vizet, Józsi fizet, megjött a legjobb fej a csapatba. Igen, és nem gurul egyet Tivis bukfentbe az asztaláig. Mikor voltatok társaságban utoljára? Nem, járok társaságban, de senki nem tandemezik. Tehát, hogy így, már vagy milyen bátrak. Kerékpáros társaságban. Ja, kerékpáros társaságban. Igen, már nagyon jó. Hétvégén is tekertem a gyerekkel egyébként. Kim voltunk, majd nagyon jó bicikli úta. Egészen a hatoson indul, még ott a nullástól föl tudsz menni, és egészen föl tudsz tekerni a Lágymányosít, egészen végig a Kopaszigátig. Nagyon szép, azt kevesebben használják, a Kopaszitól megy mindenki a rakparton végig. Nagyon szép ringa út van. Nem voltak tandemesek, csak mondom, hogy azért mi is tekerünk. Hogy lehetnének. De ne, szóval azt ne, ezt ne csináld. Képzeldek, Beli kicsit megnő, és együtt ültök, és amikor már a Noel is megnő, akkor négyen tudtok, mert négyes is van. Mm-hmm. Hál' Isten, már most nagyon nevetünk együtt a gyereken a tandemesek. Előtte, már ő is érzi, hogy ugye apa, igen, kicsim, az, na gyere, tekerjünk. Olyan szép pedig. Csak előnyei van. Igen, kicsim, jól mondott, na gyere, tekerjünk, pattanj fel a kis Montidra, aztán húzzunk bele, tudod. Tehát ő már most érzi, hogy ez. Ez kellemetlen. Nem, ott van itt egy ilyen ultra jó fejeskedési faktor. Hívás. Szerintem is. Nincs, tudom, együtt akarsz lenni valakivel. Kiveszi a kulacsot, és akkor ilyen kanyar szívószál van benne, tudod. Igen, meg a sapkára egy ilyen cső felerősítve a hátadról. Igen, szárnyas szemüveg. Igen, a napszemüvegen meghúz egy drótot, és akkor felnyílik a sötétedő, tudod, alatta a dioptria. Ez. Abszolút. De teljesen. Betegek vagytok. Nem tudjátok ti, mi a szép. Abszolút igazad van. Igen. Ha ezt a feliratot el tudod olvasni, húzzál bele, mert megelőztelek. Ilyen beül az első. Igen. Ha nem lát, igen. Ha ezt a feliratot el tudod olvasni, akkor leesett a csajom, vagy igen, mi? Igen, az a Lucsó fizeti a söröm. Ja, de jó, hogy... De örülök, hogy ezt te is így látod. Nem, én nem, valahogy nem. Pedig, hát nyilván a kerékpározást imádom, de nekem ezzel a picit így. Mindig van egy, tehát kerékpár túrán mindig van egy, aki elmegy. Nagyon jó.
Nagyon jó. Jó, milyen jó fej halottam, de bejöttek óriási. Ezt látod, ezt te mondod, nem Józsi mondta, aki tandemmel jön, nem ő beszél hülyén, hanem te, aki a szimpla biciklivel. Nem, figyelj, befejezem. Jövőre mi is azt a jövő? Ott a csapat ilyen? Ha, igen, tudom. Hallod, Marikám, jövőre mi is tandemezik. Ott az egész csapat ilyen, igen. Na jó van, gyerekeket, ne bántsuk a tandemeseket. És aztán pedig, hogy jön a következő probléma. Úristen, úristen, ott hagytam az orán kaszett. Igen, szóta. Nagyon, nagyon, nagyon jó képet festettél róluk, valóban így van. Ajajajajajaj, na nézzünk egy-két SMS-t, jó, hogy mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy M1-es 88-87-es kilométernél baleset, Budapest felé mindkettő, M3-as baleset a 71-es kilométernél, te jó Isten, szinte Budapest felé, ezt András küldte nekünk, ez valószínű ugyanaz. Szóval az M1-es mindenki kerülj el. Jó reggel, gyökerek, nekem nem kell engedmény, sőt, felajánlok nektek egy-egy liter igazi pálest, ha ti nyertek. Ez 6 óra 17-kor csak így jött, úgyhogy még egy hangot nem beszéltünk a játékról. Igen. Aztán azt mondja, hogy milyen SMS-ek jönnek. Bali, tudom most mi jön, de ha jönnek majd a felajánlások a Mercitől, a BMW-től és a Mazdától, akkor kifutok a világból. Endre írta az autóvásárlásra. Mi van, Bali? Kopogtat a NAV? kérdezi valaki. Igen, tandem biciklire. Ferinek van igaz a gyerekek? Na, jött ez is SMS-ben, igen. Találtam egy olyat, ahol a hátsó rendesen ül, az első fekszik. Nagyon jó. Nézd csak, ne. Így tudnánk menni, hogy én ülnék elő, és jaj, nem nézed nem, az izzadt hátam. Erről beszéltem. Halál kellemetlen. Ez a valahogy lógjunk ki a tömegből, mert mi annyira viccesek ne, vagyunk. Nézd tudod? Meg, mert az első pihen, látod, az első fekszik kicsit, a hátsó meg ül, és akkor nem zavarja a kilátást, az első kicsit pihenve megy, a hátsó meg nyomja, aztán cserélnek. Nagyon. És ott tényleg a hátsó ihat? Miért ne ihatna? Ihat. Az első is ihat. Hát a bringán nem ihat. De most már igen. De bizony, tavaly óta kérlek szépen az a... Jó, tényleg, tavaly óta módosítottak, igen, mi beszéltünk róla, is hogy róla, hogy te magad döntöd el, hogy mikor vagy be... Róla? Igen, és a hülyesség, igen. Egyébként ez az, tényleg. De amíg nem lehetett, addig a hátsó ihatott? Igen, ő nem kormányoz, ő csak a hajtómű. Ezért bírott ezt? Mindig észre. Szerintem neked bearod a kötve egy tartály, egy szívószállal, béka elől ült, meg az is krajelmet. Szegerjé babám, és nézd, hogy nyomor egy rohadt nagy tartályból, ott így szipákolod ki a pián. Lebuktam. Na jó van, hogy állunk játékkal? 1-0, nagyon jó vak játékosunk volt, most már tegnap óta tudjuk, hogy lehet mondani, nyugodtan, nem sértődnek meg rajta, és ő csodálatosan játszott. Nagyon és szépen. Meg is nyerte? Megnyerte, úgyhogy 1-0 nekik. Na, hát akkor össze kell kapni magunkat. Hát azért még annyira nem, mert a heti átlagot így mellé tűzöm, mindig 12-1. Akkor igen, akkor tényleg nem. Drága hallgatók, írjatok nekünk SMS-t, aki játszana velünk, jó? Egészen nyugodtan. Mindenki jelentkezhet játékra az ország bármely pontjáról, tényleg pontjából. Egészen nyugodtan az SMS-ek eljutnak hozzánk. 4:07 jövünk Ákos hírei után. Hét perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek! Szikrázó napsütés. Szikrázó napsütés, és most látom, hogy tegnap beszéltünk erről a Dunakeszi esetről, figyeljetek, mindenki átvette. Tehát a tények, TV2, híradó, napi újságok, heti lapok, Interpress magazin, National Geographic. Mindenki a kékvilágon. Most látok megállni a CNN furgonját a szemben lévő gíroszos előtt. Igen, a CNN, a BBC, az ITV, az NBC, mindenki erről forgat. Mi vagyunk az elsők? Ez érdekes, igen. Mindenki foglalkozott a tegnapi hírünkkel, de jó is, egyébként jó. Tényleg nem vagyunk se hír, se téma irigyek, egyáltalán nem, sőt, minden szülő tudjon erről tényleg, hogy mi történt, hogy történt, és mindenki vigyázzon a saját gyerekére, ezért kell erről beszélni. Na, van egy újabb játékosunk, friss, kipihent, állítólag nagyon jó, arcoskodott sokat, és agyon akar minket verni, gyerekek. Odaadjuk magunkat? Hát próbáljuk oda meg, a testünket. Jó, inkább csak így. Dobjuk oda a testünket, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Eszter vagyok Sopronból. Eszter, hello Eszter, már el is mondtál magadról mindent, mit csinál Sopronban? Adminisztrátorként dolgozom. Uh-huh. Szereted?
Nagyon szépen, igen. És mit adminisztrálol? Hát számlákat készítek egy építési cég számára, akkor béleket utalok. Aha, jó, ne is mond tovább, ez igen, minden ami tőlünk távol áll, tehát a számok, a könyvelés, és abszolút nem értünk ehhez, Jani sokat beszél a könyvelőjéről, én is az enyémről, tehát egyszerűen számunkra ez egy csoda, amit ők csinálnak, és hogy ráadásul szeretik is, nem? Tehát, hogy én áhítatosan hallgatom mindig, azt nem mondom, hogy túl sok értelem csillog a szemembe közben, de áhítattal tényleg. Igen. Én is mindig csak ennyit kérdezem. Vikikém, mondd mennyit utalok, mondd, ne is mondd, mert úgyse értek hozzá, mondd, hogy mennyi az annyi. Eszter, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Hogy? Hát múlt évben október. A többiek nem szimpatikusak. Nagy madra megyek. Igen, a többieket utálom. De nem tényleg. Nem, múlt évben októberben is sikerült legyőznöm téged, és nem hoppá. És hogy győztek? Én mondtam ki, vagy kihúztad az egy percet? Kiúsztuk az egy percet. De akkor miért kerülsz újra adásba, hogy jó játékos vagy? A kutyafádat, hát mit? Hangon jelentkeztél be? Vagy mit csinálsz te? Újra jöttél minket kifosztani? Na jó, hát én... valami hasonló, hallottam, hogy a Szabke is, meg minden, aztán... Van. Most már fiák vannak. Van. Igen, a fekete fehér igennemes csomagunkban is baseball sapka van. Már a sapkas áll az már nincs, baseball sapka van. Na jó, hát ez így nem jó előjel egyébként. Nem szívesen megyek így bele egy játékba. Ne, engedd el, ezt meg se hallottam. Nem, mert rányomja a bélyegét a játékodra. Azon a bedurrantok egy nemet, igen. Na, mehetünk? Nézd meg, igen. Na, mert ment az óra, kimondtad, na jó. A legrosszabb, tudod, határindított hozzá rád. Én ide pont kell. Igen, miért rávegyünk az apróra is. Jani. 3, 2, 1, fire! Na, figyelek. Én lehet kérdezni, hallom, hogy lesz tavaszra kitelepülésetek, és azt szeretném megkérdezni, hogy Sopronba jöttek esetleg? Sopronba? Hát, Sopronba. Megyünk Sopronba? Megyünk. Képzeld, megyünk. Hát jó. Örülsz? Nagyon örülök. Voltál már Sopronba? 12-ben május 10-én voltatok, és akkor is ott voltam, a Deák téren voltatok. Te jó Isten, erre így emlékszel? Milyen felső volt rajtam? Hú, azt fogalmam sincs. Azt hittem, erre is emlékszel. És most is kijössz majd? Természetesen azon leszek, hogy... De hogy tudsz eljönni a munkádból? Hát, vagy szabadságot kérem, megoldom. Engedékeny a főnök? Meg lehet elbeszélni azért. Női főnök, férfi főnök? Van. Jó pasi? Hát idősebb. Lefeküdnél vele? Gondolkoztál már azon, hogy milyen lehet a főnököd az ágyban? Gyerekek, mindent megpróbáltam kizökkenteni. A végén Balázs kérdése, Balázs utolsó előtti kérdésnél azt éreztem, hogy játékos nagyon passzívá válik. Húztad az időt, vegyük el az ajándékcsomagot, nem válaszol. Mindent megpróbáltam a végén, egy kicsit ki kellett zökkenteni, egyszer nem tudtam. Na de a válasz, igen vagy nem? Most már kimondhatod. Most már mondhatod, igen. Ez nem. Uh-huh. Nem. Tehát jó, ügyes vagy. Minden nő nem egy igen. Igen, minden nő nem egy igen. Megvan a az elég csomag. Az lefekvés. Ügyes vagy, tényleg. Na, nagyon jó voltál. Eszter, most már hagyjál minket békén, de abszolút ügyes vagy. Tehát nagyon-nagyon jó játszottál, pedig záporoztak a kérdések, nem hagytalak, és nem tudtalak kizökkenteni. Úgyhogy megérdemled az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. És legközelebb is gyere Sopronba. Mindenféleképpen. Ő ott van. Igen, ja. Az is egy összezavaró kérdés volt, hogy voltál a Sopronban, de azt tudtad kizökkenteni, igen, mert elmondtad, hogy Sopron. Itt mindent megpróbáltam, tényleg. Akartam amit kérdezni, de nem tudom mit. Ja igen, hogy szépen szivárogtatjuk a helyszíneinket egyébként. Már kiderült, hogy megyünk Salgótarjánba, most már kiderült, hogy megyünk Sopronba is. Baját is, szerintem már említettük. Én azt hittem, csak S betűsek lesznek. Ja. Salgótarján, Sopron. Igen, lassan összeáll a heti. Simon Tornyok. Heti turné. Igen. Eszter, ügyes voltál, tényleg gratulálunk, megérdemled. Jó, küldjük neked, ciao. Hello. Ahogy te örülsz, az nem örül senki. Nem, megjött a főnök. Hallok kicsim. És gombára kívánc. És húzta le a címzáról, mert megjött a felső. Igen. Baby. Jaj, gyerekek. Hát ez van. Akkor így. 2-0? Hát, 2-0, igen. Harcoskodtunk, aztán gyorsan elbukjuk ezt a hetet. Na mindegy. Van. Érted? Ja, hadd vigyék. Hadd vigyék. Egy perc, pontosan 7 óra. Azt írja valaki, hogy kimondta, hogy nem különösebben. Igen, hallgassuk. Challenge. Anna. Mr. Sebestyén.
Már csak két challenge maradt a hétre, de kikérek egyet. Jó, Anna Léci, hallgass vissza, ha nincs ott, tedd bele, hamis is bele, vágd oda. Vedd ki az októberiből, csinálj hangmintát, tegyél bele. Ajándékcsomagot kapjon valaki, aki nem emlékszik rá, hogy a Soproni kitelepülés, milyen felső volt rajtad? Milyen világ ez? Hol van ez? De most komolyan! Egy perc a pontosan 7 óra jövünk, Ákos híre jutam. Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók. Meghallgattuk Sólyom Szemet, kikértük gyerekek, sajnos, sajnos nem. Nem mondta ki, a fene egye meg, nem mondta ki, ügyesen játszott Eszter, úgyhogy nem, tehát két challenge-ünk maradt eleve erre a hétre, és nem tudtunk belekötni, nem tudtuk belehamisítani a nemet, hangmintát vettünk, FBI-os segítséget kértünk, és minden mást. És hát egyszerűen nem tudjuk megszerezni a pontot. Nem tudjuk megszerezni a pontot. Úgyhogy de Balázs utolsó előtti kérdése után a bosszúból odraktunk egy igent. Hallott a főnök úr. Hallgassa vissza, igen, a honlapunkon vissza lehet hallgatni. Úgyhogy gyerekek, 2-0-ra vezettek, ügyesek vagytok tényleg. És hát le a kalappal előttük, nem? Nagyon jó. Majd a hétvégén. Még jöhetünk egyébként, abszolút így van. Nem Varga Viktor mászott át a Fehérház kerítésén? Kérdezi valaki, jó a kérdés. Nagyon jó. Ő még jogos csak tervezi. Felvetés. Igen, jó a kérdés. Ugye analizát csókolgat, most lehet, hogy éppen ő mászott át a Fehérház kerítésén. Mondjuk biztos kevesebb ember érez ingerenciát rá, de hál' Istennek a mi kerítésükön még nem mászott át senki, remélem nem is fog. A Fehérháznak a kerítésén viszont állandóan átmászik. Hát, állandóan átmásznak, hogy azt nem is értem. Hát a világ egyik legfontos, ha nem a legfontosabb embere lakik ott, dolgozik ott, és állandóan átmászik valaki a kerítésén, és azt fontolgatják, hogy most már akkor rakjunk rá ilyen hegyes tőröket, hát azon fenn adnak. Hát igen. Óriási biztonsági előírás. Ott komoly hibákat vét a titkosszolgálat. Valaki mondjuk bejutott a Fehérházba, egy fogadás eljutott az Obamáig, valaki bemászott és eljutott a Fehérház ablakáig. Igen. Tehát a szörnyű dolgok történnek. Vegyünk kutyát, vezessünk áramot a kerítésre, ásunk árkot, csapassunk meg őket. 1000 voltal, így van. Érdekes a dolog. Nem tudjuk, hogy Varga Viktor volt-e, de reméljük, hogy nem. Vagy ha igen, akkor nem szólalt meg magyarul. Angolul beszélt, franciául, bárhogy, csak nem magyarul. Nem? A rossz hírünket kelti, úgy érzem. Elég pedig van még a fiúban, van, a múltkori esek után. Igen. A Sándor palotába be akar mászni valaki? Vagy nincs kerítés, a felcsúti léckerítésen át akarja vetni magát? Na, ott nem tudod? Mert nincs legyalulva, tudod. Ott nem mész át, öcsi. Vagy ott van egy lézerháló, tudod. Azon a darabokra esett. Úgy néz ki, tudod, a kapuba kis szívban belefaragva, tudod, egy kis szív alak nyílás, meg innen a nagy népies, és abban a pillanatban, hogy átteni a retekezed, tudod, így eltűnik könnyékig. Elpárolog a fél tested. És véget is van, igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak hallgatóink. Nem működnek a jelzőlámpák a fehérvári október 23 kereszteződésében. M1-es Budapest felé 87-es kilométer szelvénél baleset, 3 kilométeres a sor. Gyerekek, vigyázzatok! Ezt Gábor küldte. Aztán egy teherautó lerobbant a Rákóczit kellős közepén, hatalmas a dugó, a sor vége a Mester utcánál. Te jó Isten! Az Allénál a kereszteződésben sárgán villognak a lámpák, minden irányba, a gyalogosok is figyeljenek. Szala küldte nekünk, Csornán a Soproni úton kék kis buszból trafiznak. És azt nézem, hogy az M1-es, igen, Budapest felé van a baleset, a 87-es kilométernél. Budapest felé, úgyhogy hát próbáljátok meg elkerülni, 3 kilométeres sor, ezt sokan elküldték nekünk. Egy másfél órával ezelőtt ott 3 baleset volt egymás után, ilyen 70-től 80-ig, aztán nem tudom, most akkor lehet, hogy 2-t már feloldottak. Igen. Viszont megindult az előszezon a Balatonon. Legalábbis egy bizonyos szakaszon, hiszen a Megyeri hidat most nem lehet használni, és ezért leterelnek mindenkit a régi hetesre. Már rakják ki a táblákat. Igen, már rakják ki a lángos. Gyerekek, olvastátok ezt az FBI-os dolgot egyébként? Ha már az FBI-t említettük, csak egy fél mondat erejéig. Nem említettük nem, az melyiket? FBI-t. De mondtam, hogy az FBI segítségét kértük, hogy... De hogy... te azt te voltál, nem mi. Ja. Érted, mi nem említünk minket ez a téma nem érdekel. Na, felé is adta. És képzeld el már a Balatonban. Jó időben. A tandem és a futás. Hallod, a nutellás palacsinta. Hát ezért vagyok én az halálbüntetés ellen többek között. Na miért? Nem olvastátok ezt a szakértői véleményt? Ugye kiderült, hogy az Amerikai Igazságügyi Minisztérium és az FBI kiadott egy közös közleményt, miszerint 2000 előtt az FBI laboratóriuma, ott dolgozik egy haj összehasonlító egység. És
Csak nem minden egyes pernél, minden egyes bizonyítási eljárásnál, minden egyes kutató hibásan tanúskodott a vádlottak ellen. Tehát ha találtak a helyszínen egy hajszálat, a gyanúsítottat elkapták, megvizsgálták a kettőt, ha ez egyezett, akkor mehetett a halálsorra a csávó, és most azt mondott, hogy 2000 előtt egy csomó esetben ez nem volt igaz. Ez nem volt igaz. Oh. Meghamisították, úgy tanúskodtak, hogy ez jó legyen ugye a vádnak, és hát most próbálják kitalálni, hogy hány embert végeztek ki teljesen igazságtalanul, mert hogy egyébként nem ők követték el a dolgot, halálra ítélték őket, és ki is végezték őket. Azért ez megdöbbentő. Ez megdöbbentő, nem? És elismerték ugye a hibás állásfoglalást tulajdonképpen. De véletlen volt, vagy akkor ez direkt csinálják? Nem, direkt, azért, hogy egyszerűbb, gyorsan megvan, meghamisítjuk, lezárhatjuk a nyomozást, nincs több kérdés, megvan. És ugye mit kell statisztikailag mindig produkálni? Azt kell, hogy ugye megtaláltuk a gyilkost, megvan, jól működik a felderítés, jól működik a rendőrség, eredményesek vagyunk, megvannak azok az emberek, akik ezt elkövet. Igen, te vagy, ez jó embert fogtunk-e, be lehet húzni a statisztikai adatot, megvan, megtaláltuk, halálra ítéltük. És van egy ártatlan ember, akinek nincsen arra az időpontra alibije, viszont úgy döntenek, hogy elmeszelik, szereznek valahonnan egy hajszálat, és az ember megy. 35 embert ítéltek halálra. Azért, mert hogy hibás hajszál alapján egyébként. Tehát, hogy nem kellett volna meghalni. És ugye, hogy ítélnek téged halálra Amerikában, hogy 30 évet már ülsz valahol a börtönben a halálsoron. Ugye nem azonnal végeznek ki, hanem várod, és ugye az a kínzás, hogy minden nap elvihetnek, de van, hogy itt 20 évig nem is tudod, hogy mikor lesz. Nem tudod, hogy mikor történt. 2028, január 2, hanem majd... Nem mindig tudod. És kopognak. Nem tudod, hogy visznek, vagy csak a reggelit hozták. És kiderült, rengeteg embert végeztek ki, ezért ez nagyon komoly. Nagyon. Nem? És átvizsgálnak egy csomó bíróságítéletet, 85-től 2000-ig, valami nem tudom, több ezer bíróságítéletet kell újra elővenni, vizsgálni, megnézni az eredményeket, mert hogy lehet, hogy kiderül, hogy 100-200-300 ember ül totálisan ártatlanul börtönben. És ezek a szerencsétlenek. Azért ez megdöbbent. Tényleg abban a tudatban. Igen. Mert szokták mondani, hogy ugye minden rab ártatlanak, minden bűnöző ártatlanak vallja magát, ezek az emberek ténylegesen ártatlanok voltak, és úgy végezték injekció általi halállal. Igen. Jó, nem túl komoly, nem is akarok ezzel többet foglalkozni, csak ez egy elolvasó, és dermesztő, nem? Hogy meghamisítják azért, hogy gyorsabban le lehessen futtatni az eljárást, senkit nem érdekel. Te oda ártatlan vagy, nem voltál ott, kész, mész a halásra, arra ítélnek véget. Tehát ez egyik legfontosabb érv szerintem alábüntetés lenne ez, hogy honnan tudod, hogy jót végzel. Biztos, hogy ő. Aha. És aztán még számos más van természetesen. Az igazságszolgáltatás tekintetében most eléggé ég a ház az Egyesült Államokban, ugye itt voltak megint ezek a nagyon durva rendőri túlkapások is például. Hát itt van most ez az ügy, azért ott komoly problémák vannak. Igen. Na de nézzük, mi történik itthon. Mert hogy itthon is vannak. Itthon is vannak problémák. Kemény dolgok. Tessék? Kemény dolog jön, tehát ugyanezen a vonalon megyünk tovább. Igen. Végeztek egy kutatást, és megállapították, hogy nem teljesen ezen a vonalon azért, de a kemény dolgok vonalán. Ugyanis kiderült, hogy trükközik és lop a magyar a közértben. Erről most cikkek sorozata jelent meg, és ezek a leleplező cikkek arról szólnak, hogy ki hogy próbál trükközni, lopni, kicsit kevesebbet fizetni a kasszánál. Trükközés és a lopás nem ugyanaz. Kikérem magamnak a trükközők nevében. Ezt kell megvitatni. Mi számít trükközésnek, mi számít lopásnak? Hol van a határ a kettő között? Lehet-e egyáltalán határvonalat húzni? Ha én trükközöm, de nem lopok, csak kevesebb, amit például lemérek, az lopás, az áruház meglopása, vagy csak trükközés a mérlegeléssel. Mert kiderült egyébként, hogy ugye letörik a banánszárát, beleesznek a szőlőbe. Milyen jó az. Istenem, ne kezd már el megint. Tudom, hogy milyen. De most tudom, hogy milyen, hogy lemé... Ne, gyerekek, nem lehet. Fogod a nájlozat, hadd, nyugi. Még nem, mondta, mit csinálsz. Mert fölhúzom magam, már tudom, hogy te milyen vagy. Beleteszed a két szőlőt, két fürdszőlőt a zacskóba, leméred. Oda van írva, hogy 600 forint. Ráragasztod azt a rohadt cetlit, majd nem zárod le az acskót, és amíg a kasszáig mész, addig te megeszel fél kilót. Na? És ezzel mi a baj? Ez tök jó, igazad van. Te hülye vagy. Hát ha nem értem, te hülye vagy. Nem, hát te aztán tényleg amatőr vagy. Próbáltam veled menni, Feri, de... Köszönöm. Nem. Milyen világ az, hogy leméred a szőlőt, lárakod, hogy 600 forint, és utána még megeszed. Még ki is fizeted? Nem, leméred, és még teszel bele. 800 trükköt tudok mondani. Én nem csinálom. De nem ilyen amatőr. Lemérem és megeszem. Hát azt mindenki tudja, gyerekek. Na, de most hadd kérdezem meg, hogy ha karfiolt veszel, akkor a karfiolnak a leveléért fizetsz, vagy pedig a rózsáért? A karfiol rózsáért. Én azért fizetek. Tehát én le is tördelem róla.
Nem, most lett. Hát miközben csak... van nekem a leveléhez? Hát úgy adják egyben. Tényleg? Sokáig friss akkor maradjon. Akkor azt vedd meg te, Feri. Nekem jó a rózsa, mert én azt fogom megfőzni. Na most ez azért jó, mert tehát a Feri teljesen elutasítja, és abban is van igazság. Vedd meg, fizesd ki, aztán zabáld meg. Te vagy az egyik szélsőség, hogy te leszeded a boltban a karfiolnak a levelét, mert neked a rózsája kell. Én vagyok valahol középen, aki kicsit beleeszik, de azért utána le is méri. De én megkóstolom a szőlőt például. Az eperben nem eszem bele, de a szőlőt én megkóstolom. Nem olyan, nem eszem. De mi az azt jelenti, hogy például a magyarok csinálják, hogy letöpik a banánnak a csutkáját, és úgy aha. teszi rá a banán. Te is leszeded a banánnak a csutkáját, és mint amint van 6 banán, letöröd a 6 csutkát, és úgy teszed rá a mérlegre? A banánnál nem mindig élek vele, de ha, mit tudom én, egy 20 centis szár van rajta, akkor nyilván letöri az ember, mert hogy bocsánat, tehát nem a díszítésért fizetsz, nem a dekorációért. De ez nem díszítés, ez a banán része, ember. És megeszed, mit csinálsz vele? Hát semmi, ott fogod meg, ott a lakótelepen komposztálod? Vagy van valami állat, ami elfogyasztja otthon? Na, ilyen alapon akkor veszel egy csomag retket, igen. és letöröd a zöldjét, és csak a retket méred le? Hát a retket csomóra adják. Amik, ahol nem csomóra adják, mit akkor letöröd, és letöröd, és úgy méred le? Teljesen egyértelmű. De miért nem hámozod meg a banán? Mit? Miért nem hámozod meg a banán? Ez egy jogos felvetés, nem gondolkodtam még rajta. Hát szerintem kipróbálom. Hámozd meg a banán, tedd rá, meghámozd. Ugye, miért nem csak a húst? Tessék? Hát de megtehetném. De hogy tehetnéd? Hát de miért nem? Mert az üzlet is izével együtt, miért? Csutkával fél. Együtt fizet a banánért, érted? Hát igen, az ő bajuk, érted? Hogy nem figyelnek oda. Én ezt elég pronyon nyomom, de megnyugtattál, hogy azért mindig. Én már kikapartam a szemeket gránátalmából is a spárba. És lemérted, mint zöldborsó. Mint zöldborsó, tudod? Miért fizetsz valójában? Bocsánat, egy mondat, ha más szóba került a spár, ott a narancssal szoktak ügyeskedni az emberek, van egy vödrös narancs, amit ők árulnak. Na most abba bele lehet pakolni, nem tudom, 3-5 akárhány, 3 kilót. A magyar nem annyit tesz bele, 8-at. Tudod, hogy egyensúlyozza? Hát, tudod, mit láttam én a spárba? Tudom. Visz egy csomó fogpiszkálót, beleszúrja a narancsba, és azzal rakja rá a narancsot, és nem fog legurulni. És a 3 kiló helyett 6 kilót kiszakassz, az mert nem mérik le, mert vödrös narancs egységára van. Gondold el, és ezt saját szememmel láttam. Fogpiszkálókat szúr a narancsba, és arra rakja rá a narancsot. Mert ő legurulna. Ha most azt mondod, hogy de jó ötlet. Én oda megyek. Én ezt kicsit szeretem. Na? Én ezt kicsit hát szeretem. Ez annyira pronyó szerintem, de annyira pronyó. Én nem tudom. Hát várjál, miért az indiai buszjáratokon annyi ember mászik föl rá, amennyi elfér rajta. De nem szögelik oda az mondják embereket. Mondják azt, hogy 30 hely van rajta, és nem szabad már rá fölszállni, még 20-nak. Ilyen nagy megfejtés volt nekem, mert én sose értettem, hogy a fenébe tudja ilyen ügyesen minni, hogy nem gurul le. Lopja a fogpiszkálót? Onnan szedi le a porcelán? Nem. Otthonról. Hát honnan tudod, hogy egyébként lehet, hogy igen. Ja. Nem tudom egyértelműen adni ezt, hogy ez akkora prostóság. Hát de... Ez ugyanaz, mint a kifli megevés, meg az üdítőbe beleívás, azt nem lopod el, ugye? Csak azt azért, mire odaérsz a kasszához. Nem, az más, kifizeted. Ha most 5 kifliből egyet megeszel a kasszáig, akkor majd nem fogod azt mondani, hogy jaj, 5 kifli volt. Egyébként ma már 10 közérből 9-be nem mérszem érlegen semmit, hanem a kasszánál mérik le, csak mondom neked. Igen. Én föl tudok sorolni 87 helyet, ahol megszüntették az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban. Nem méred le. Nem engedik már, mert egyébként meg mást mért le, és átcímkézte. Lemértem mondjuk a karfiolt, és nem az volt benne, és a kasszánál nem mindig nézik meg, hanem csak áthúzzák a vonalkódot. Nem, tehát most már a kasszánál mérik. Amikor ráteszed a futószalagra, ott. És mi van, ahol ilyen önkassa van? Az egyik, a Tesco-ban például, igen. Ugye mész ki, van egy rész, ahol elkezdett pakolni, ott tartod alul a mérleget, vagy ott hogy csalsz? Hát ott nem tudom, biztos megvan. Ügyes emberek biztos kitalálták már ezt is. Azt nem tudom, de mondom, sok helyen már nem engedik emiatt. De rosszat ez, aki majd nem szúrsz, mit tudom én, tényleg fogpiszkálót, az elég pronyó. De rosszat ez, aki leszed bizonyos dolgokat, és úgy méri le? Hát a fogpiszkál amúgy is amatőr, hurkapálcát kell. Több narancsfél. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy leszeded a zöldjét, nem szeded le a zöldjét. A zöldségesnél, ha nem csomagra veszed, akkor ott levágja neked, úgy méri le. Tehát ez egy csomó. Pontosan erről van szó. Tehát, hogy a zöldségesnél megkérdezi tőled, hogy zöldje maradjon? Nem. És nem úgy fogja lemérni, hogy rárakja a zöldjét, és utána megkérdezi. Hát, ha már kifizettem, jó, de nem, nagyon maradjon. De nem méri le, ez csomósakat szoktak letépni. Igen, ez a sárga a karfiolt, Feri. De a karfiolt neked nem szedi? Nem. Bocsánat, ha te zöldségesnél veszek karfiolt, ő nem fogja leszedni neked a rózsákat, és a többit meg kidobni, azért...
Hát próbálj meg egyszer meghámozni egy spárba egy görögdínyét, hogy te nem eszed meg a zöldjét. Persze, és kockázd is föl, meg öntsél egy kis meg, hát ki tudja, hogy mi lesz, azt meg tudod csinálni. Elnézést, nem szeretem a héját, hallod, nem is fizetem ki, de simán meg tud csinálni. Ezért szeretem régen a lékelést például. Aha, meg ezért veszek fél dínyét, mert látom, hogy milyen vastag a héja, érted? Aha, nem fogok kidobni ennyi pénzt. Nem a héjáért veszem. Világos. Ez mentalitás vagy anyagi helyzet? Mentalitás. Mentalitás? Az anyagi helyzetből is fakadhat. Hát. Jó anyagi Ilván. Helyzetben lévő csinálja meg, mert olyan a mentalitása, vagy azért csinálod meg, mert rászorulsz, is vagy is. A rászoruló nem csinálja meg, de közben megcsinálja olyan, aki egyébként ki tudná Aha. fizetni. Is Hogy is. Van ez? Aha, tehát Jani nem tudja kifizetni a karfiol azon részét, amit ott hagy. De ezért kérdezem, ugye, hogy mentalitás vagy? Is, de hát... De Jani ki tudná fizetni, és mégis meghámozza. Persze, de hát ha nem például, itt tudom én, most nem ennél a közértnél, de itt tudom én, a Vödrös akciónál, az ott van, hogy mit tudom én, az elviekben 5 kilónak kéne beleférnie. De amikor belepakolod, és ugye a formájából adódóan kiderül, hogy csak 3 fért bele, akkor persze, hogy addig pakolod, amíg el nem éred az 5 kilót. Érted? Tehát, de hogy amikor érzed azt, hogy picit hülyére vagy véve, igen. De általában az szokott történni, hogy 3 kiló belefér, de te 5-öt viszel haza. Így, tehát, pontosan ez. Tehát úgy, igen. Igen, tehát azért van az, hogy fogpiszkálóval felszurkálod, hogy már így áll érte. Vagy nála narancs után is szurkálja bele a fogpiszkálót. És arra rász, van nála fogpiszkáló, ezt beviszi. Van. Saját szememmel láttam. Aha. Ez a vödör úgy van kitalálva, hogy ebbe bőségesen, ha hely marad, benne van a 3 kiló. Tehát nem úgy találták ki, hogy csurig van, és már egyensúlyozol a narancsokkal, akkor nem, hát ő viszi a zsebébe a fogpiszkálót. Szépen, amikor nem néz oda senki, beleszúr 3-4-5 narancsba a fogpiszkát, és arra rá a többit. Nekem ez már nem, tehát ez nem szimpi egyáltalán. És úgy vettél, Jani, hogy kicsomagoltattad az áru, hát van, hogy hazavitted, és mondtad, hogy 10%-kal olcsóbb, mert ízét nem kérem a papírt. Mondtam, hogy hungarocell nem kell, mert az nem újra feldolgozható. A papírt el tudom azért hozni. Lopok, ha én beleszem a szőlőbe, én lopok, és mondjuk nem savanyú, és nem veszek belőle? Nem. De. Na te ne beteszed, te nem vagy benne, te meghámozod a zöldséget, te meglopod a nagy áru, azt, na te nem mondhatod, a két ízét tökéletes mondhatja, hogy az lopás. De jó, aki velem vagy a lopáson, és karfiót támozol a kassza mellett. Hát tehát ugye ez nem arról szól, hogy akkor hogy hívják minden kóstolókat osztogatnak. Én azt csinálom, hogy nem, én ez se az igazi. Nem. Jézusom, akkor jártam. De várj, ezt nem így kell elkezdeni. Ott van a barack. Veszem egy falat barackot. Mi az ott? Eper? Nem is málna? Rámegyek a mállára. Az ott nincs csirke? Milyenet? Nincs elvágy csirke. Köszönöm, nem kell. De mindenem, a szőlőnél én kicsit mindig beleszem. Nézd, ha szigorúan vesz, nem ehetnél bele egy szupermarketbe, egy piacon, én ezért járok piacra, mindent meg lehet kóstolni. Néni odaadja a szilvát, kicsit megtörni. De tudod, mit gondolok? Tudod, mit gondolok? Megkóstolom, ízlik, megveszem, nem. Mondjad. Hogy mindenki. Hogy... Menjek vissza a telefonokat. Menjél vissza a fékre. Okay. Nem, de hogy... Vigyelj, elköltök ott egy csomó pénzt. Igen. Mondom, azért kettőtök között vagyok, tehát azért karfiolt nem hámozok, és nem még. Is viszek mindent akarsz. Hát ha karfiolt hámozol, akkor mit olyan, király vagy. Mit hámozol? Tök rá, valamelyik rohadmányos zöldséget, amit nem szeretek. Tök mindegy. Hogy... De basszus, kiló szőlő 800 forint, nem veszem meg lyukra azért, ha nem finom. Hát vagy ne tegye ki, vagy garantálja, hogy finom. Én megkóstolom, szerintem a multi kibírja. Oké, csak mondjuk a szőlő. De várjál. Nem, te nem. Nem mondhatod azt, hogy a multi kibírja. Az őket, igen. De semmi. De nem mondhatod, hogy a multi kibírja. Én azt gondolom, hogy bírja elviselni. Belefér. Mibe? Hallotta a múlt évben is, mennyi volt az adózás utáni gyereségük. Hát csak belefér nekik, hogy megeszek 4 kiló szőlőt. De most nem arra gondolom, oda járok, sok pénzt elköltök, hát most ne legyenek már irigyek egy szemsz. Én nem azt mondom, hogy megeszem a joghurtot is. Én nem azt mondom, hogy a gyerek megeszik 4 túrórudit, és mire elér a kasszáig, letagadok belőle 3-at. De belecsippentek a szőlőbe. Én nem azt mondom, hogy nem értek vele egyet. Én csak a szőlőt mondjad az avokádot. Látod, mekkora a magja. 5000 ember megy be egy ilyen boltba, érted, az több száz kiló szőlő naponta. De minden ember ennyire tökéletes, hogy nem kóstol bele egy kicsit a gyümölcsbe, mert csak a kasszánál, amit kifizetünk, akkor mi rosszak vagyunk, vagy nem vagyunk elég becsületesek. Én megeszem a szavanyú, hogy nem veszem meg. De ezt mondjuk csak a szőlővel csinálom. Hát ezt már meséltem. Te beleszel a szőlőbe? Nem, én kibontom a tejet, és megkóstolom, hát a savanyú. Ha nem savanyú, akkor természetesen most... viszek belőle egy bontatlan. És visszarakod a ügyet.
Szóval valahol kettőtök között vagyok. Te nem eszel szőlőme? Nem, én piacon vásárolok. Én ezért megyek piacra. Na. Igen, ott megpostoltok bármit. Érted. De tényleg. Hol voltál, ha nincs semmi a kosodban? A piacon, de úgy bezabáltam. Igen, egy jó fej zöldség, és megengedi. Nekünk is van tök jó fej zöldség, és megkóstoltam, igen, ebből vigyél, ott vigyél. Tehát tök jó, végig lehet enni mindent. És ők ezt szeretik, igen. Na mindegy, jobb. Írjanak nekünk most elsősorban nem azok, akik a kassa azon oldalán vannak, hogy vásárolnak, hanem akik ott dolgoznak, multiban, zöldséges pultot töltenek föl, mit látnak, hogy próbálnak az emberek ügyeskedni. Nem klasszikusan arra gondolunk, hogy tényleg elrakja, mit tudom én, egy két joghurtot a zsebébe és megpróbálja kilopni, hanem amikor ilyen apró ügyeskedésen kaptátok őket. Milyen trükközéseket láttak már, vagy láttatok már ki, hogy károsított meg benneteket, jó? Vagy azt a hipert, ahol dolgoztok, a kasszánál, a zöldséges pultnál. Hogy kapjunk ki Anival újabb trükköket. Na, hát, mondom, a trükközés és a lopás az nem ugyanaz. De, az teljesen. Én hát elhiszem, hogy... Csak megközelítés kérdése, mert akkor én is határvonal. Lopok. De akkor lopok a szőlővel, te is lopsz az, hogy leveszed a banának a csutkáját. De abba, te, ja. De meglopod az áruházat. Az áruház kifizette az, a banánt. Igen, érted? Akkor rátette a hasznát, és te abból lecsíped a izéket, a végeket, tehát egy kilón öt dekát fogsz, de azt ellopod az áruháztól. Uh-huh. Na, mindjárt megírják a hallgatók, hogy mi a helyzet, jó? A multinak belefér. Ugye, milyen jó érvelés? Aha, most már na jó, megírják a hallgató, hogy ki mit látott, jó? Hogy próbálnak a vásárlók ügyeskedni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És arról beszélgettünk, hogy ugye különböző kutatások jelennek meg arról, hogy lop a magyar a boltból. Ez alapjában egy elég szomorú valóságot tükröz. Nyilván sokan teszik azért talán, mert nem engedhetnek meg maguknak bizonyos dolgot, bár én azt hiszem inkább, hogy ez egyfajta szokás kérdése, mentalitás kérdése, hogy ki mit lop el, bekeni magát dezodorral, mint a befújja magát parfümmel, vagy megeszik 3 kiflit, amíg odaér a kasszához, és nem fizeti ki. Vagy meghámozza a banánt, ott hagyja a csutkáját, vagy a meghámozást már azért mi szőttünk bele egy kicsit. Tehát leveszi a csutkáját, vagy meghámozza a karfiolt, vagy nem tudom, vagy például én beleszem ugye kicsit a szőlőbe, nagyon más bűnöm nincs, mint egy kiflit a gyerek elmajszol, vagy egy turorút, de bejelentjük. Tehát, hogy nem ilyen fajta lopás nincs. Hogy mi számít annak, honnantól károsítod meg a multit, a hipert, a piacost, a kisboltost, és mi az, ami még belefér, ugye erről beszélgettünk. Az a rész, amit te mondtál, hogy van, akik ugye anyagi okok miatt teszik ezt meg, azt megértem, csak például, illetve nyilván nem tudja az ember akkor se elfogadni, de hogy... persze, nyilván nem lehet hogy semmi körülmények között, persze. Hogy akkor miért a bélszínre mész rá? Persze, nyilván, igen, most azért a vidámabb részét fogjuk meg, hogy ne a sokszor szomorú magyar valósággal foglalkozzunk, hanem arról, hogy egyébként olyan emberek, akik kifizethetnék, hogy próbálnak trükközni, hogy okoskodsz a gumicukros részlegnél, a pisztáciás részlegnél, hogy lenne pénzed, de mégis hogy próbálsz trükközni. Hát itt mindenkinek a saját belső hangja alapján kell elítélni, megítélni, nem akarunk mi senki felett ítélkezni. Nyilván a lopást azt igen. Na, tehát, a lopni nem jó. A könyves részt miért megérte? Ki a lopást elítéljük, tehát az minden körülmények között. Te? A könyves részt megérted, ami történik, meg újságos bemész, nagy bevásárló. Balra rögtön ott vannak a könyvek, újságok. Emberünk bemegy. Tökéletes. Megáll. Rólam beszélsz. Mondd tovább, mert ez én leszek, igen? Ne szórakozz. Mondd, tudom, mit akarsz. Fogod a könyvet, igen? És állva kiolvasod. De betűír így vagy? Ez könyvtár, ezt úgy betűír hívják. Betűír így vagy? Könyvtár, lehet menni. Mennyi az, vedd meg a hülye filéidet, meg a halaidat, meg a sonkáidat. Úgyse olvasok könyvet, hülye gyerek. Egyrészt úgyse, hogy olvassak én ott a másik oldalon? Hát miért zavar az téged, hogy én beleolvasok. Én hol van egy csomó ilyen könyv, Viki elmegy a gyerekkel, és meg szoktam állni. És akkor szépen nem csak heti lapok, hanem napi lapok, hanem könyvek is. Kicsit beleolvasok, sőt, láttam az egyik hiperben leraktak székeket. Tehát kicsit mennek a Libri és az Alexandra után. Hát jogos, hát a könyvesbolt, Feri, a könyvesboltokban sem lefóliázva árulják azokat a könyveket. Mi zavar, hogy beleolvasok? Értelek, igen, ott mindig van egy olvasó példány elől, ha észrevetted már a könyvesboltokban, de a normál könyvesbolt úgy, hogy egyet akkor kibontanak. Akkor én nem normálakba járok, mert ott egyébként millió számra vannak olyan könyvek, amik mindegyikbe bele lehet lapozni. De nem olvasod ki őket, nem a belelapozás. Én van úgy, hogy megfogok egy heti lapot, kicsit megnézem, Viki ott vásárol, gyerek, egy cikket elolvasok, nem veszem meg. De nem azért, mert most nem tudnék megnézni HVG-t, vagy Magyar Narancsot, hanem azt mondom, hogy elolvasva érdekel, de most nincs kedvem ezt megvásárolni, vagy megveszem másit. Én könyvekbe is elolvasok. Megveszem a magazint, kimész vele a vécére. Persze.
Visszacsap, olvasni, vissza, mi hozom, igen. Igen. Viki, vedd meg a gyereknek a tudomit, ami szeret, mindjárt jövök. Ott láttam egy dörbögödömötöt. Elmentem a budira, persze, és elmegyek időkám. De ez miért baj? Hát ez egy kicsit beleolvas. Nem veszek meg minden, minden könyvet, amiben beleolvasok. Hát el kell döntenem, hogy tetszik-e. Hát nem most, a beleolvasás, a kiolvasás. Hatozik, közben egy lopott Túró Rudival összekened a 8-14. oldalig. Na most hogy jajó, mágián ebből a témában. Nem égszel, hát most csak engem eltüzeltek, mint Dózsát, érted? Mondjuk téged veled együtt égek a mágián. Az a baj, hogy mind a kettők máshogy ég, érted? Egyiket parázsra rakják, másikat tényleg mágiára állítják, érted? A harmadikat. Hogy hívják, villamos székbe küldik, de én például, mondom, én is mindig beleolvasok, meg belelapozok a könyvekbe, aztán ez is, ezt a kulát, és visszateszem, érted, és nem fogom megvenni, érted? Persze. Hát a megnézés, az áru ellenőrzés az más, mint hogy ott állsz egy napot, és kiolvasod. Meg ha valami, itt tudom, egy sporttémájú könyv van, akkor látom, hogy van egy gyakorlat, amit nem ismerek, nem tudom, pröncénk, hogy gyorsan kifotózom belőle. Na, az kicsit pronyó, az kicsit pronyó. Itt van velünk Krisztián. Halló Krisztián, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te árulsz Krisztián, vagy te boltban dolgozol? A szülők a Váci piacon dolgoznak. Na, igen, mi a trükközés, vagy mit csinálnak a vásárlók? Próbálkoznak, teszik is a dolgukat, amik szerintük a dolguk. Például a Janitól kérdezni, a Carfio, hogyha nem lenne rajta a torzsája, akkor megvennéd, Jani? Nem, mert akkor már nem biztos, hogy free. Na, mások, ugye? Azért nem vennéd meg, mert azt hinnéd, hogy nem friss. Azért, mert nem úgy szoktad meg. Azért, mert gondolkodna, hogy miért van ez így. Uborkát se hámozzuk meg a piacon. Jó, de amikor 30 dekás torzsa van rajta, hát csak nem viszem haza. Régebben hazavittem, mert voltak nyulaink. Én nem viszed haza. Lehet, hogy az is finom. Megfőzni, de egyszer kiderül, hogy az is ízlik. Sokat kell főzni, nagyon sok gáz fogy. De azért nem viszed haza egyébként 10 forinttal drágább, vagy azért nem viszed haza, mert fölösleges? De ha fölösleges, akkor szólsz a piacon, hogy legyen szíves, vágja le a zöldjét, és levágja, és kidobja. Igen, de mérés után vágja le, tudod, a Janit azzal várja. Igen. De persze, hogy mérés. Hát persze, hát én ugyanezt mondom, hogy neked ki kellett fizetni. Azért valljuk be őszintén, ez a vásárlók meg a zöldségesek között, ez egy ilyen kis finom harcocska. Tehát egyik is trükközik, a másik is trükközik. Hát, igen, te leszeded a zöldjét, neki viszont többet mér a mérleg. Hagyjuk, hagyj válaszoljon. Vajjál, gyermekem. Mennyivel mér többet anyád mérlege? Ugye? Én leszedem a zöldjét, te viszont 20 dekával többet mérsz. Tehát, hogy... Nem mér többet, mert egyszerűen azt nem lehet, mert a országos mérési hivatal, meg amikor APEC ellenőrzés van mondjuk havonta, fél évente, akkor mérlegeket is ellenőrzik, és egyetlen egy ilyen mérleggel való csalási óriási büntetéseket lehetne fizetni. Hát ne is csaljatok, az jó. Hát, nyilván, de hát az szeretném, bármikor vissza lehet mérni az árut. De bármikor. Jó. Trükköznek a vevők, amikor az alma kivar, akkor 3-4 féle alma egymás mellé, és hát van a kisebb, a nagyobb, a közepes, és akkor azt mondja, hogy ezt az olcsóbbból vette. És látjuk, hogy a legnagyobb méretű, a legszebb alma, az nem a legolcsóbbban van. És ebben cserélgeti. De például a hentesnél se kérdezi, hogy a csirke combból vegye ki a csontot, mert hát azt úgy sem eszed meg. Hát igen. Hát igen, de ugye ott vannak például ezek a látványzöldségesek, ugye, ahol nagyon szépen ki vannak rakva előre a gyönyörű szép áru, tényleg fantasztikusan néz ki minden, aztán mögül lepakolja tele az acskót. Ez most hogy jön ide, most ne akarod a simlidet, érted, leplezni. Nem mögül, a gyümölcset is mindent úgy kerekne, ahogy a ládában van sorba, föntről lefele haladva, mert ha mindenki csak túrná az epret, a barackot, a paradicsomot, akkor végén csak az maradna ott, amit te se venni meg. Jó, tegyük hozzá, hogy azért ez a vödrös tanács is egy érdekes kérdés, mert egyrészt vannak olyan hiperek, ahol évről évre kisebb a vödör, ne felejtsük el. Kettő, hogy 5 kilót ígér, de ha azt a vödröt telerakod, mindennel együtt 4 egy tornyot építettél, a végén már ilyen 100 szépes cserepeket raknak ki, tudod, hogy... és csak 3 kiló a vödör a teren arancsal, tehát hogy azért ez a vödrös narancs sok helyen is azért véleményes egyébként, hogy 5 kiló egy vödörbe. Ez egy hiper, mi piacon dolgozunk. Tudom. Oké, menjünk el tovább, mert van még hallgatunk. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Ciao, hello Krisztián. Itt van velünk Péter. Hello Péter, jó reggel. Sziasztok, hello, jó reggel. Te osztályvezető voltál egy hiperben? Igen. Francia hiperben voltam osztályvezető. Ó, hát akkor te tudsz történeteket mondani. Elég sokat. Van egy nagyon szép történetünk. Ez igaz, hogy nem nálunk történt Franciaországban, de hát ez a csúcs nálam. Itt nagyon jó szituáció, úriember állt a kosszánál, és csak azt látta a pénztáros, hogy folyik a fejéből a vér. Óriási sikítozás van, hívják a biztonsági szolgálatot. Hát kiderült, hogy az úriember az bérszint akart lopni,
berakta a kalapja alá, és a melegben elkezdett olvadni, hiszen a húslé folyt ki belőle. Na most ugye itt jön a kérdés, hogy aki rászorul, az valószínűleg nem bérszint lop, vagy ha bérszint lop, akkor valószínűleg nem igazi rászoruló, hanem... Nyilván ez Franciaországban történt, de hát ilyen apróságok vannak, amikor a kasszánál ugye mindenféle kellemetlenségek vannak, nézegetik a fogkrémeket például azért, mert a dobozban ugye gyakori, hogy kicserélgetik. Nyilván az olcsó fogkrém helyett a dobozba berakják a drágábbat. Akkor nagyon sok esetben megfordult az is, hogy apró, de értékes termékeket, vitaminokat, édesítő tablettákat, azokat fogták és beöntötték egy nejlontacskóba a kis zsebükbe, és akkor úgy visték ki. Nagyon sok olyan volt, amikor drágább termékeket is próbáltak, például diszperzites vödör folyik rajta a festék, hát senki nem értette, hogy miért azt akarja elvinni, hát kiderült, hogy egy ilyen lezárható önzárós nejlonzacskóban videókamerát rakott bele. És ugye folyt kifelé össze, viszont... Hogy belerakta a festékes bőrönbe a videókamerát? A videókamerát lezárható nejlonzacskóba, ugye nem folyt bele, viszont jó volt. Kiszorította a többi festéket, az folyt az. Mondjuk azért azt valljuk be, hogy jó, ez nem a trükközés. Ez nem, igen, ez most egy kicsit elmentünk, ez már a konkrét lopások kategória. Ez már a lopás kategória. Igen, arról beszélünk, hogy mi az, ami, ugye ez nagyon, nagyon vékony, ugye ez az ösvény, de hogy mi az, ami még belefér, kicsit trükközöl, de még nem lopás, hát morális szempontból. Ugye megkérdőjelezhető, de nem egyértelmű lopás. A lopást totálisan elítéljük. Azt és én megmondom őszintén, például a bolti talvajok miatt csinálom azt, és megint persze én leszek a hogy hívják, a hunyó ebből a szempontból, illetve nem. Tényleg az van, hogy itt tudom, veszek például ilyen tasakos cuccokat, mondjuk 10 darab van egy dobozba, én mindig megnézem, hogy megvan-e a 10. Hát ezt nyilván meg kell, tehát tojásnál is megnézem. Amikor megszámolom, már várom egyébként, hogy mikor fognak rajta kapni valamelyik barkácsáruházban. Igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, Péter. Köszi, ciao. Szia. Figyelj csak, és hallgató kérdezi, hogy a könyvet, hogyha nem volt időt kiolvasni, akkor behajtod a szélét. Tényleg, te igazam van egy hallgatónak, téged nem sokára a KDNP-be fogunk viszont látni. Behajtod a szélét, visszateszed, hogy holnap, amikor jöttél. Persze, 26. oldalon tartottam, és megnézem, hogy 10 oldalt mindig elolvasok a kedvenc bukófitönyvemből, azért meg nem veszem 1500 forintért, csak elolvasom, igen. Hát. Én azért azt bírnám, hogy valaki visszajár és szépen lassan kiolvassa a háború és békét. Miért zavar? Te válogatsz, én nem tartalak föl, nem állok beléd, ki tudsz kerülni, én ott állok a kis tetyomba, a kis könyves pultomnál, és beleolvasok egy könyv, hogy most meg akarom-e venni az új, nem tudom milyen Ken Follett könyvet, mert ez, és megnézem, hogy miről szól, kicsit beleolvasok, tetszik-e nyelvezete, nem tudod megvenni a nyomorúságos hátszínedet hétvégére? Tudod, az utadba állok én a rohadmányos halapultodnál? Most irigylet tőle az élmény, hogy egész nap körömrágva várja, hogy megtudja véletlenül, hogy az új Leslie Reisben a Finch a szemébe. Milyen jó a Finch a szeme, milyen jó a Leslie Reisben. Hú, de jó, értem, hogy a buddhista szerzetesek azok vajon tényleg megtalálják az eldugott kint? Igazi ilyen izé vagy te, aki tényleg kicsit úgy kerülsz ki engem, amíg olvasok, hogy meglöksz direkt, hogy így jaj, bocsánat. Igen, nem, mert, hogy én ne olvad, te még betűrig is vagy. Közben nincs is ott dolgod, mert halaspultba akarsz éppen belefejezni. Meg hát nem tudok olvasni. az azért nem így van. Angliában egy hölgynek a kézitáskája ki volt bélelve nejlonnal, testápolót boldogan nyomta bele a polcok mögött. Jézus. Gyerekek, ez Anglia egyébként. Jó, de trükközős SMS-eket nézzünk, azt mondja, hogy több százezeres kár évente karfiolk elkápolca szülő eper banán Ernő a boltvezető írta ezt nekünk. Sorok között dezodorral befolyás, oké, ez inkább ugye már azért erősen a lopás kategória. Édesanyám Zossamban dolgozott pénztárosként, a dagadt apuka a kisfiával zabáltatta a somlóit a bolt közepén, kifelé pedig a pénztárnál reklamált, hogy a kanalat miért nem adták oda a somlóihoz, bezzeg a Tesco somlóihoz jár a műanyag kanál. Na. És kicsit sértődöttem mentek el. Igen. Kimérős részleg az egyik hiperben a nagymama a gyereket beültette a mogyoróhoz, amíg a mama vásárolt, a gyerek jól lakott. A magyaros pulthoz, zabált magad hülyére, jön mindjárt nagyanyád, elmegy bevásárolni, büdöskölök, nem mozdulsz el, innen zabálsz. A héját meg nem köbdössük, ited vissza szépen a jók közé. Igen, olcsó fogkrémes dobozba átteszik a drága fogkrémet, oké, ide nekünk egy hallgató Laca közé. Egyszer az egyik multiban a mellettem álló vásárló levet egy üveg ketchupöt, feltépte, a kupakot beleívott, majd visszatette a polcra. Ketchupöt inni azért az már tényleg. Pislogtam, mint halasz szacsorban. Azóta mindig megnézem mindenről, hogy bontatlan-e, Adrián küldte nekünk. Hát ti is tudjátok egyébként, hogy az emberek nagy rész tényleg úgy vásárol, hogy soha nem az elsőt viszed el, ami ki van rakva a polcra, mindig mögé nyúlsz, és onnan veszed el. Én bevállalom mindig az ügyeletes rossz szerepét, de amikor elmész, és mondjuk ott vagy a pisztáciánál, a mogyorónál, a gumicukoránál, nem mondd, hogy nem ezt
eszel bele. Nem eszem bele. De igen. De nem. De kicsit azért van. De nem, mert nem fizet. Nem azért van. Azért van, hogy beleted az rohadt zacskóba, lemérni, és gyerekek, egy falat pisztáci, egy falat mogyoró, egy kicsi gumicukor, hát emberek vagyunk, hát vétkezünk. Nem? Hát dehogy. Mondja, Benikém. Miki! Jövök már, Viki. Minek vetted, nem? Nem, azért paraszt nem vagyok, csak ezt. Ja, nem, oda nem hányok. Cigány útra ment ez a rohadt gumicuk. Nem, azért belefullad, nem fulladok be, de beleeszem. Én a mogyoróba is, egy falatot. Igen, hát emberek vagyunk, hát nem, tehát igen. Figyelj, oda-vissza mennek ezek a trükközések. Tehát ez annyira egyértelmű. Hát csak nem fogod megvenni. Ez, volt már olyan, hogy rám szóltak, hogy ne mögül levegyem ki a felvágottat, ilyen erőcsomagot felvágottad, ne előre, ne hátulról, hanem előről. Mert akkor az első nem fogy. De mondom, az egy nap múlva lejár. Ennyit nem tudok megenni egy nap alatt, érted? De hogy a törő. Hát bocsánat, hát én vagyok a fevő, akkor nem kéne kirakni. Szerintem, igen, meg szerintem az alja menekülsz, ott van. Mi? Most visszatámadsz. Lopni, akkor lopnék, ha fognék egy adag pisztáciát, nagyot, rányomnám a mogyorócetit, kivenném. Az aljas. Aha. De most két szem kóstoló mogyoró. Én nekem egyszer egy két szem abból a rohadt dinnyéből. Na, te! Jó, igaz. Te a szíved szerint tényleg a görög dinnyét is meghámoznád. Okay. Jó. És így kicsit csurognak, kicsit csöpögnek, és a pirosat így vinnéd egy ilyen masszában a pultot. Még négy léket tudnád? Szóval te ne, a Feri dubálha, gyerekek, veled együtt én pokorra kerülök, az biztos. Egyszer egy hiperben dolgozó barátom elmondta, ezt én már elmondtam, de azért mindig elmondom, hogy a mogyoró, a pisztácia, a gumicukor, a műzli, a tudják, hogy beleszel. Aha, igen, benne van az, hogy az benne van, ugye? És kicsit benne van, mert azt mondják, hogy ha ma beleszel, holnap is hozzánk jössz vásárolni, és egyébként egy csomó minden mást megveszel, ami nekünk jó. Aha. Tehát kvázi policyként ezt így kirakják, nyilván nem az, hogy két ízét bevásárló szatyorba viszed ki a mogyorót, és tele öntöd. Én ugye ezt hallottam a handicamekről. Kettő-három mindig benne van. Ezért is szuzagoltam bele a disperzites vödörbe. Nem azt mondom, hogy lopjuk, mert azt elítéljük, de hogy egy falatot beleszel, azt hogy beleszel. Na játszunk! Jó, köszönjük szépen az SMS-eket, gyerekekkel. Ezért érdekesek ezek a témák, ki így, ki úgy gondolkodik. Hát igen, érdekes, tényleg. Játszunk, itt van már is a játékosunk, Oven bácsi, játszunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Viccelődtök, de nekem volt olyan vevőm, aki kiolvasta a könyvet több nap alatt, amikor elolvasta, behajtotta a könyv sarkát. Pár hét után meguntam, és levettem a polcról a könyvet. Jött is reklamálni, hogy hol a könyve. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Kornél, hello Kornél, honnan hívtál minket? Így van, Esztergom-Kertvárosba. Esztergom-Kertváros, bele is vágunk a játékba, jó? Jó. Tudod, újítottunk az Oven bácsinál. Igen? Nem? Nem figyeltem. Nem figyeltem. Sorozatok, mesék, nagyfilmek, főcímek, sok mindent hallgatnak, sok mindent néznek, már nem csak zenéket. Jó. Jó? Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj! Hát valamit lopnak. Uh-huh. Uh-huh. Ennyi egyértelmű. Valamit csomagolhatnak. Beru néni csomagol valamit, igen. Na figyelj, jön egy nagyon rövid részlet abból, hogy mit néznek, jó? Figyelj, Kornél! Nagyon tipikus. Csúha. Lehetne még egyszer? Figyelj, mutatjuk. Hát legyen inkább a hosszabb szerintem. Hosszabb, jó, figyelj, mutatjuk. Hú. Aj, ez de szerettem. Ismerős. De szerettem. Pompom. De jó vagy! Jó vagy! Igen? Igen. Oké. Okay. Hallgass meg, ez... Figyelj, innen még talán ugye nem volt ismerős. Hogy kicsoda, pompom? Hogy nem ismerted? De jó volt ez. Ügyes vagy, Kornél, honnan ugrod be? Hát a főnököm megsúgta, én nem mellőlem. Azért, igen, mert ez ilyen megvilágosodásszerű volt, ez csak egy beugrott. Ügyes vagy? Igen, hát, igen. Kivettük a nyakbaakasztót, megvan a baseball sapka és a bögre. Jó? Oké, és köszönj. Így van, baseball sapka, bögre. Ügyesek vagytok, küldjük nektek. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Nem, hello. Nem emlékeztél? Hát ebből a... ebből nem. Tipikus egyébként. Jó, meséket is néznek, ez jó egyébként. 8 óra múlt pontosan 1 perccel várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ha indul a reggel és kivet az ágy,
ha már a csap felett hangzik a zár. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász magához húz, lesz már kor előtt, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyet, a rabban két szó. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:90 pontosan. Szép reggelt kívánom, minden morning show hallgatónak itt vagyunk. És ugye arról beszélgettünk, hogy a vásárlók hogyan trükköznek különböző hiperekben. Nem a lopásról, csak arról, amikor egy kicsit trükközöl. A lopást elítéljük maximálisan. Abszolút, persze. Viszont ugye egyszer érdemes lenne ennek a témának a fordítottját is megcsinálni, nem? Hogy a hogy a zöldséges, a hiper, zöldséges, a boltos hogy trükközik úgy, hogy nem lehúz az árral, hanem először a régit vidd, ne az újat, ha már kezd lejárni egy tej, ne vedd észre, hogy úgy van fordítva, hogy az ne lásd a dátumot, hogy nyúljál rá, és otthon vedd észre, hogy vettél egy tejet, de egy nap múlva már lejár. Hogy milyen trükköket csinálnak ők, mert nyilván ahogy a vásárló is trükközik, úgy trükközik sokszor akár egy kisbolt, egy kiskereskedő, egy nagy, egy hiper, bárki. Nem? Hát ezek bolti fogások, hát ezeket mindenki ugyanúgy csinálja. Kicsit, a zöldséges, a mérleg, stb. Kicsit valljuk be őszintén, ez megint ez a tyúk vagy tojásnak a témája, hogy most mi volt előbb. A kereskedő, amiatt a világ azóta trükközik. A vásárló meg visszatrükközik. Nyilván nem mindenki, tehát egy oda visszatelt a kivételnek, persze, sok mindenki. Kereskedő, sok vásárló mondjuk inkább így, tehát hogy nem... Van becsületes zöldséges, van becsületes kereskedő, sokan azonban nyilván trükköznek, ahogy a hiperek között is vannak, akik azt mondják, hogy nem, de van, ahol azért tényleg rányúlsz olyan dolgokra, amiről nem tudod, hogy éppen lejárt, mert az van elől, hátul a friss, vidd először a lejárt. Tehát vannak ezek a trükkök, nyilván, amiket mi vásárolók, én nem ismerünk. Persze, de trenírozva vannak, hogy tedd úgy, ahogy ahhoz nyúljon, ne ahhoz. Persze, meg is nézem, de van, amikor rátszólnak, hogy miért azt viszi el, miért nem azt, ami előtte van, akkor soha nem fog elfogyni a ré. Hát bocsánat, semmi köze nincs hozzá. Tehát mindenki trükközik. Kereskedelemben is trükköznek, vendéglátóiparban is trükköznek, érted? Na hát. Hát azért, bocsánat, tehát érted. Hát aztán. Ezzel aztán jól fog lakni. Hát igen, a rizssel jól fogok lakni, mert az egész Indokína jól lakna, ahogy látom, de a hús, hol nem a hús? Az adag kicsi a tányérnak, higgyel, nem higgyen, nekünk higgyen, ne a személynek, a tányér nagy, az adag hatalmas, csak kicsinek látszik, mert vizet. Hát igen, ott... De hiszem, az arátotus beteríti az egész tárgyat. Tehát ez egy beszélgetés. Ezt már megcsináltuk. Ezt már megcsináltuk az éttermes trükközéseket. Persze. Hogy aztán ebből bármelyik étterembe mentem, mindig úgy fogadta, hogy hallottuk, hát ránk ez nem igaz. És mondom, hogy bocsánat, hát mi azzal foglalkoztunk, akik csalnak, de nyilván elmondtuk egy csomószor, hogy igen, vannak becsületes éttermek, étteremvezetők. Majd a jatnál látod, hogy simán, mit gondolok. Igen. Nem egy étterem tulajdonos ismerős baráti volt, hogy hallottuk, hát azért nem kéne átásítani. Figyelj, többször mondtuk el, hogy az éttermek között is van, aki tényleg régi húst darál össze, és abból van a hortobágy, és vannak becsületesen működő jó éttermek, sőt, hát a magyar éttermek egyre jobbak. De akkor megsértődik, amíg gondolod neki, hogy elnézést, a vízsliben szeretem, de krémesben nem a bőröst. Már pedig az friss. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Jó reggelt, a 11-es út halott befelé, Tahitót falu és Leányfalu között 5 perc helyett 40 perc útépítés miatt, Bence küldte nekünk. M1-es Győr felé Tata után vége van, Robes küldte nekünk. Budapesten a keletinél erős a forgalom, fátyőfelhős az ég, 11 fok van, enyhe széllel, zsíridő lesz ma. Anyám szerint nem az a gáz, ha megkóstolod a Tescóban a gumicukrot, hanem az, ha visszaköpöd, ha nem ízlik. Csumi Erik. Oh, Erik újra feltöltötte a kártyáját, újra megjelent, hogy hazajött, írt nekünk. Erik, hello. Trafi Hévízen a HM előtt az alsó páhok felől érkezőket mérik, ideiglenesen 30-as táblában vigyázzon mindenki. M1-es Tata Győr felé kiégett kamion, ez a dugó oka. Aztán M5-ös 145-ös kilométer, őz a pályatesten, vigyázzon mindenki. M2-esen a Váci kihajtó után Fót felé lerobbant kamion, valamint 10. kerület Gyömrői úton befelé a Vaspálya út előtt 3 autó ütközött, mindkét sáv foglalt, a város felé hatalmas a sor. Én hülye meg azt mondtam, hogy a Megyeri híd van lezárva az előbb, de természetesen ez a Kőrösegyi Völgyhíd. Beszélsz itt, hát nem ugyanaz. Ne tessék, de most komolyan, ez a csúgya ital. Az a teljes kávé. De komolyan, hát te nem is értem. A Kőrösegyi Völgyhíd le van zárva? Igen. És akkor hetesre, régi hetesre lemész. Azért kezdtük el boncolgatni, hogy hamarabb lesz szezon. Indul a balcsin. Indul az előszezon. Miért van lezárva? Mit? Javítják, nem? Mit javítanak?
Hát egy hídnál így előfordul, hogy mit tudom én, mi van, szerkezet. Viszont ti, akik többet jártok BKV-val, mint én, talán meg tudjátok azt válaszolni, most a Nyugatinál voltam a hétvégén éjszaka, és láttam, hogy ott föl van szedve vég a körút. Kevesebbet vagyok arrafelé a belvárosba. Azt nem csinálták meg néhány évvel ezelőtt? 10 éve csinálták, azt hiszem, a körúti villamosint, ha jól emlékszem. Amikor bejöttek a kombinók, akkor egy csomó mindent felszedtek, és csak a megállókat csinálták meg újra, szerintem. Ott a... egészet, bocsánat. De mikor csinálták? Már megírítva. Éjszaka volt egy felismerésem, mentem a Nyugatinál, föl volt szedve minden sinek, járda, bárbeszegély, villamos. És beszélgettünk a barátok, akik szinte sokat BKV-znek, belvárosban laknak, hogy ne, ez pár évvel ezelőtt nem volt már egy ugyanilyen képen a körútról, hogy ezt most újra fel kell szedni, nem, és újra meg kell csinálni? Vagy akkor nem csináltak meg rendesen? Vagy a pénzek miatt? Vagy miért? Karbantartás. De mit? Ennyire, hogy fel kell szedni komolyan, az egészet újra? Olvastam róla, jó, én azt tudom mondani, amit olvastam. Igen, az van, hogy úgy vannak ezek a források, ugye ez nem kevés pénzbe került felújítani a körútat, igen, hogy ahhoz kötik, hogy bizony ezekre időszakonként rá kell nézni, és nem úgy, hogy megspritzkolod egy kontaktsprével. Hanem az most azt jelenti, hogy milyen állapot van most a körút, hogy újra mindent az utolsó szilánkig fel kell szedni. Nem, biztos, hogy nem. Ahol kell. Balázs járt A oldalról a B oldalra, nem lehet bárhol átmenni, teljes lezárás, nincs sín, így és van, alá, van, alá volt már rakva az az öntőforma, amiben az új alapbetont beleöntik. De ez évvel ezelőtt tehát nem csinálták meg. Teljes felújítás. Teljes felújítás. Ugye, hogy ez pár évvel ezelőtt itt már volt egyszer egy nagy körúti villamos felújítás, persze, nem? De. Hogy van az, hogy ezt most megint felszedjük, és újra lesz? Nem is értettem. Nem tudom, ezt nem ismertem tovább gondolni, mert ugye ezek őrült pénzek, de hivatalosan az van, hogy ők karban tartanak, tehát, hogy év, nem tudom hány évente erre az egész sztorira rá kell nézni, mert ez van kikötve a szerződésbe, így kapta Magyarország a pénzeket. A ránézésnél ez kicsit erősen. A szerződés arról szól, hogy tedd le, de 4 év múlva szigorúan szed föl, vagy vissza kell utalnod a pénzt, ha nem szeded megint föl az egészet? Hát azért az fura. Nem tudom. De miért akarunk elkölteni egy pénzt valami olyasmire, ami egyébként indokolatlan? Nem tudom, indokolatlan, azt sem tudom, hogy pontosan mit csináltak, csak mondom, arról beszéltek, hogy volt bennem egy ilyen kép, hogy ezt már egy pár évvel ezelőtt, igen, ezen már egyszer átestünk, áll az egész belváros, hatalmas nagy dugó, felszedve minden. Nyilván, akik ott laknak naponta átkozódnak, óta, még ha egy budapesti tudja is, hogy majd egyszer szép lesz. Az óriás szívás. Ez most egy brutális szívás. Tehát ez a Margit és Moszkva tér, a kettő között erről sokat beszéltünk, komplett második kerület van oda most beszorítva. És ugye a 3-as metrónak a pálya felújítása, az meg a hétvégenként továbbra is van, folyik. Az na minden szombat, vasárnap. Ezeket szépen így rakd egymás mellé. Tehát a 4-es, 6-os, M3-as, és aztán egy káosz a következménye. Igen, csak mondom. Kérlek szépen, 4 különböző munka folyik a szakaszon. Fonódó villamos bekötés Szél Kálmán tér, 30 éves vágányok felújítása Budán, tönkrement dilatáció a hídon, a Margit hídon, és úgynevezett kis felújítás a Pesti hídon. De ez a tönkrement dilatáció a hídon, a Margit hídon is megcsinálták 5 évvel ezelőtt? A vagy 4 évvel ezelőtt, nem? Vagy pedig jó, de nem voltak olyan melegek. Na de a komplet hidat megcsinálták, igen, hát igen, mit csinálnak újra a Margit hídon? Hát valószínűleg, mondom, ez a nem tudom hány évente tönkre megy, vagy nem tudom pontosan, de tényleg az egész város egy romhalmaz. Érdekes, mert azt írja a cikk, hogy az élettartama 15, maximum 20 év a körúti sínnek, mert annyira leterhelt, és ez mostanában jár le a Jászai és az Oktogon között. A 90-es években újították fel a pályát, és kis felújítás van. Jó, lehet, nem érdekes, tudom. Érdekes, igen. Jó, na mindegy. Oké, egy érdekes dologról beszélgetünk, méghozzá egy hír kapcsán, ami a napokban látott napvilágot. Ugye az Oasis-es testvérekről van szó. Ó, de jó. És hát Noel Gallagher, valamint Liam Gallagher, akik kifejezetten utálják egymást. Nem, ők mindenkit utálnak valójában. Igen, de egymást nagyon. Mindenkit utálnak, de az ember talán azon rökönyödik meg leginkább, hogy azért itt mégiscsak két testvérről van szó. És hát baráttal, kollégával lehet rosszba lenni, el lehet egymástól távolodni, de azt gondolja az ember, hogy a családon belül nem történhet olyan, hogy két testvér hosszú-hosszú éveken keresztül rosszba legyen, vagy akár úgy halljon meg az egyik testvér, hogy a másik nem békült ki vele, és nem kértek a régi sérelmekért elnézést. És itt az egyikőjük lenyilatkozta, hogy eleve hosszú évek óta nem is állnak szóba egymással. Ha megtörténik a nagy kibékülés, az is csak egyetlen egy dolog miatt történik meg, a pénz miatt. De szeretem egyébként őszinte. Én bírom, igen, ha egy Én bírom, ha valaki ennyire őszinte, ezzel nincs bajom. Azzal sokkal inkább, hogy azon az ember mindig elgondolkodik, hogy
Például neked van egy testvéred, nem véletlenül ő a tesód. Nem véletlenül jöttetek egy családon belül, nem? Vagy érkeztetek, vagy nőttetek föl együtt. Hát mégiscsak azért van valamiféle kapcsolat, szövetség, kötődés, ha kicsit spirituálisabbak vagyunk, valamiféle összetartás. Hogy hol van az a pont, ahol testvér testvérnek ennyire az ellensége lesz? Nem vagyok ilyen helyzetben, de a hallgatóink talán ezt jobban el tudják majd mondani, hogy mikor fordul testvér testvér ellen, mi olyan történés lehet egy családon belül, amikor két testvér 5 évig, 10 évig, 20 évig nem is beszél egymással. Biztos rengeteg hallgatók jár hasonló cipőben. A Gellegerék mind vesztek össze, azt tudjuk. Ők 2008-2009-re szakítottak. Nem, valószínűleg az, hogy az egyik elvette a másiknak a szemöldök csipeszét. Karrier. Igen? Hogy ki áll előre? Bocsánat, hogy lenyelt ma a Jani által ellopott banánt, amit tegnap ja, amíg letört a csutkáját. Jó, de csutka nélküli volt, ugye? Igen. Ők összevett, volt egy sajtókonferencia, és az egyik tesó azt mondta a másikra, hogy azért nem tudtak fellépni, mert be volt rúgva. A másik tesó gyorsan beperelte a tesót, hogy ez nem igaz, én nem voltam berúgva, de azt mondják, hogy azért, mert az egyiknek jobban ment a zenei karrierje az Oasis felbomlása után. És akkor idén testvérféltékenység, utálat, anyagiak, vádaskodás, részeg voltál, nem voltam. Igen, alaptalanul vádoltam meg. Én adtam a számot, de én adtam el, én énekeltem, de oké, de ennyi volt a szöveg. Igen, és arról beszélgetünk majd, és várjuk hallgatóink SMS-eit, hogy tényleg írjátok meg nekünk, elsősorban nyilván azok. Most mi az? Semmi. Ezt nem akarom a hallgatóknak elmesélni. Eszedbe jutott? Nem, most mit csinálják, ha olyan banánt lop a Janimbe, szöszök vannak. Én nem tudom, honnan lopta, de lopjál már olyan banánt, mert nincsen szösz. Nem az össze van baj, várjál, akkor most már elmondom. Az egészet, csak olcsó helyekkel lopok, ne haragudj. Te csak olcsó helyekről lopsz? Olcsó helyekkel lopok. Hát én nem tudsz olyan baj, ne törd le a csutkáját, mert belemegy a szősz, nem tudom, ki kellett vennem, bocsán. Ezen akadtál ki? Nem, hanem hogy innen valamit levettél és megetted. Ja, szivacsról falatozol egy kicsit a szivacsról. A szivacsról levette és egy pici banándarab került a szivacsra. A szősz viszont a számból jött. Egy nagyobb pici kis zabdarabocska volt még rajta a múlt hétről, rászáradva, és azt levettem. Témát vezetek föl, koncentrálok, agymunkát végzek, közben vannak ilyen ösztönös, ilyen... Vannak ilyen biztonsági szénhidrát tartalékok itt mindenhol elhelyezve. A keverőpult. A vegetatív idegrendszerem közben működik, nem minden mozdulatomért tudom vállalni a felelősséget. Addig jól még nem egy legyet kapsz el így röptében, és falod be. Na, szóval mi a véleményetek erről? Történhet-e olyan egy családon belül, hogy egy két testvér, hogy rosszban van? Persze az igen. De mondjuk évtizedeken keresztül, hogy soha többet nem akarok a testvéremről hallani. Tehát mi lehet? Elkapja a feleségedet? Hogy meglop? Van olyan bűn, amit egy testvérnek nem lehetnek? Bocsánat, nyilván van egyébként. Hát biztos, nem? Mert sokan vannak, akik nem is beszélnek egymással. De nagyon sok ilyet hallani. Évek óta. Nagyon nagy bűn szokott lenni általában, hogy a testvéred is akar az örökségbe. Ez van, tudjátok, hogy hány család megy erre rá, hány testvéri kapcsolat, hányan fordulnak egymás ellen, hányan gyűlölik meg a másikat, amikor örökölnek, egyébként a szüleik után, és szerintem egyébként ez borzasztó. Arcspiritus, kikérem magamnak, de hogy marakodnak az örökségben, és nem tudják eldönteni. Igen. Szerettétek egymást, együtt játszottatok, amíg nem 10-15 év, akkor különbség. Hát akkor ő kell, hogy legyen az egyik legnagyobb szövetségesed, nem? Igen. Hát a saját testvéred. Együtt játszottatok, együtt tanultatok minden. Ugyanazon a csalagúton érkeztetek. Na, akkor egy példa erre. De anyám nálunk élt az utolsó 10 évben. Igen? Jó, Feri, mindegy. Most nem kérdezened róla. Nem érdekel a saját sztorit, Feri. Jó, él anyukám, tehát nem, azért mondtam. Ez szokott lenni például az ilyen összeveszésnél, az egyik legnagyobb indok. Hogy az anyagiak? Mondja, hogy igen, hogy nálam élt 10 évig, mert már beteg volt. Én gondoztam, így van, én főztem rá, én mostam meg. Te akkor sehol se voltál. Sehol se voltál, miért kéred a ház felét? Puff, és már el is indult a ház árának a felé. Nyilván van ilyen, persze, ha közben az a testvér valójában nem ment az anyja felé, nem nézett oda, nem foglalkozott vele, és csak akkor lett fontos, amikor például meghalt, akkor érthető, hogy az a másik testvérnek rossz. Na de ezt hogy forintosítod? Meg egyébként ilyenkor meg kell hallgatni azért a másiknak az érveit is, hogyha mondjuk például az, hogy az anyjára gondoskodjon, az azért nem jöhetett össze, mert mondjuk az ország másik végében lakott, és mondjuk nem tudott inget. Tehát, hogy ezernyi indok van a másik részéről is. Ez nekem annyira fura. Tehát az, hogy két testvér tényleg hossz, mert hogy barátok összevesznek, oké, hogy férj, feleség, elválnak, megutálják egymást, de hogy a testvéreddel, aki tényleg a legfontosabb, az egyik legfontosabb ember kell, hogy legyen az életedben, nem? Hát együtt tényleg, tehát mindent együtt csináltatok, vagy ha nem is együtt csináltatok, hát a
a vér szerinti tesó. És hogy például az anyagiakon nem összevesznek, vagy nem beszélnek, vagy ölik egymást, vagy kiszúrnak a másikkal, vagy egymás alá tesznek, ez nem tudom hol tenni. Tehát nyilván sérelem az van, de hát előbb-utóbb azért meg kell tudni bocsátani. És öröksége kell leginkább, tehát az anyagi? Szerintem pénzügy, igen vagy pénz. Kölcsönkérni, nem visszaadni, ezeken. Szerintem ezeken megy a legnagyobb. Tehát mi egyébként mind? Ha nem pénzen. Egy cumink volt, és az is tett mindig a teszádba. Anya jobban szeretett engem, mint téged. Puff. Egyébként lehet, hogy ez is egy picit közrejátszik benne, mert azért mindig van olyan egy családon belül, hogy mondjuk adott esetben az első szülöttet azt jobban szeretik, vagy nagyon akartak fiút, és akkor a lányt egy picit kevésbé, stb. És ez a másikban egy sértettség, ez benne marad egy tüskeként. De akkor nem haragudhatsz a testvéredre, mert nem ő nem szeretett téged jól, hanem az anyátok megkülönböztetett benne. Ezt ne nekem mond. Igen, csak úgy gondolkodom. Mi? Ti mint két... Mi? Érted? Két gerlepár. Azt ne is mondja. Mint tökéletesen el vagyunk. Megnézzük, hogy mit írnak hallgatóink, jó? Olyan SMS-eket várunk akkor, akik valamilyen okból kifolyólag hosszú-hosszú évek óta nem beszélnek a saját testvérükkel. Mi az oka, mind vesztetek össze, van-e esély a kibékülésre? Nézzük meg tényleg, hogy hol csúszik el egy testvéri viszony, aminek egyébként nem szabadna. Valójában tényleg csak a pénzről szól, vagy lehet mások is. Már egyébként dőlnek az SMS-ek, szemben teljesen megdöbbentő dolgok jönnek, hogy az én tesóm a rendőrséggel vittett el a saját autómat, mert szerinte rossz helyen parkoltam. Tehát, hogy én pontosan ilyen SMS-ekre számítom, amikor az egyik fél valószínűleg vagy nem normális, vagy olyan dolgokat csinál, amire nincs magyarázat. Azért a saját tesód kocsiját elvitetni rendőrséggel, mert szerinted rossz helyen parkol. Átlógott hozzád. Nem tudtál kiállni. Ne lógjon már be a kertedbe, igen. Jó, írjatok nekünk, ha hasonló cipőbe jártok, SMS számunk 06-745-0000, jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy olyan témáról beszélgetünk, ami nyilván számunkra idegen, vagyunk annyira szerencsések, de talán nem mindenkinek idegen, mert hogy az olyan... rég megszakítottuk a kapcsolatot a testvéreink. Igen, és semmiféle ítélkezés nincs a dologban, senki ne értse félre, mi csak arról beszélgetünk, hogy nehéz elképzelni, hogy a testvérek rosszban legyenek, de látva az SMS-eket, hát van ok arra, hogy valaki ne beszéljen többet a testvérével. Ugye Liam Gallagher és Noel Gallagherről van szó, akik nekünk témaindítók voltak. Ők évek óta nem beszélnek egymással, gyűlölik egymást, az egyiknek jobban ment a zenei karrierje, mint a másiknak. Ez a híres szegedi testvérpár, a Gallagherök. Gallagher, igen, a Liam Gallagher. És most nyilatkozott az egyik, és azt mondta, hogy hát ha összeállnak, az is csak a pénz miatt lesz. Őszinte beszéd. Őszinte beszéd, évek óta utálják egymást, és arról beszélgettünk, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, ha ne adj Isten hasonló helyzetben vannak, mi vezet odáig, hogy az ember a saját testvérével ne beszéljen, idegentként nézzen rá, utálja esetleg hosszú-hosszú éveken keresztül, ne vegye föl neki a telefont. A híres sztorik közül egy van még, azért merem elmesélni, mert a múzeumban, a szakmúzeumban hallottam, tehát ott erről beszélnek. A 20-as években János és Béla volt a két testvér. Mindig tök érdekes két testvér volt a szakcsaládban, és általában együtt is csinálták a dolgaikat, és János és Béla, kérlek szépen, már igazgatói posztra jutott, amikor összevesztek egy nagyon fontos vállalat vezetési kérdésen. Ez a következő volt, ki melyik foci csapatnak drukkol. Az egyik mondjuk Fradis volt, a másik újpestes, de ilyen. Odáig jutott el a sztori, hogy amikor az egyik bement az irodába, középen ült egy titkárnő, jobbra és balra volt a két iroda, akkor János megkérdezte, hogy jó reggelt kívánok, Margitka, Béla bent van-e már? Igen, bent van, akkor mondja meg neki, hogy jó reggelt. És bement a saját irodájába, a titkárnő bement Bélához, mondta, hogy Béla, János úr megérkezett, jó reggelt. Köszönöm, Margitka, menjen át, és mondja neki, hogy szintén jó reggelt kívánok, és egy rohadt szót nem beszéltek. És együtt így is haltak meg, nem tudjuk, hogy kibékültek? Hát a végét azt nem tudom a sztorinak, de biztos, hogy így irányították a céget hosszú évtizedeken keresztül, érted, hogy egy rohadt szót nem beszéltek egymással. Még egyszer mondom, a kiinduló ok az a foci csapat volt. Ez egy komoly probléma. Ugye? Igen.
Érdekes, érdekes történetek vannak egyébként hasonlóan SMS-ben is, igen, hogy hol csúszik el a dolog. És igazatok volt abban, hogy leginkább anyagiakban. Tehát, hogy a legtöbb összevesés az azért van, mert hogy vagy egy házat eladnak, vagy az egyik testvér nem fizeti ki a másikat, vagy örökölnek, és egyszerűen elcsúszik a kapcsolat a pénzen. Ki mennyit tett ebben? Ki mennyit tett abba? Igen. Érdekes. Igen. Hogy azért ez ennyire kihathat a tesó kapcsolatra. Fura, mert hogy tényleg ez azt jelzi, hogy ezeknek az embereknek az értékrendszerében az érzelmi dolgok lejjebb vannak, mint az anyagok. Mm-hmm. De az érzelmi, hogyha mondjuk mi ketten testvérek vagyunk, bár így első ránézésre. Nem, az lenne, hogy én bal kézről. Mi hárman tesók lennénk. Szerintetek mi lenne? Már megöltük volna. Lehet, hogy mi már nem beszélnénk így hárman. Szerintem már nem beszélnénk. Következő helyzet, én kérek a Balázs testvéremtől kölcsön pénzt, mert megszorultunk a családban, kéne mit és 100 000 forint. És ezek után én kicsit rosszul érzem magam, tehát hogy nem igazából anyagi nyilván az eredete, de hogy maga a sztori az, hogy nem merek úgy oda menni hozzá, fia, hogy nem tudom megadni. Erre te azt mondod, már neked is kéne a pénz. Elkezd sutyorogni a Janival, ti ketten, mert ti egy hintalovat használtatok gyerekkorotokba, és én arra már nem ülhettem rá. 10 évig rám se csörgött, és most megjelent a nagy melák nálam, és pénzt kér. Nem, nála kértem pénzt. Nálam is pénzt kért a melák, nálad is? Már kicsinek is ilyen volt. Hallod? Nem is neki ajtók, nevet föl. Nekem azt mondta, hogy hozzád nem is megy, mert tudja, hogy mekkora rohadék Szorongassuk meg egy kicsit. Van honnan fogyni, nem baj az. Már rártott húsból is a nagyobbat vett a gyerek korában. Majd egy kicsit soványodik, nem lesz baj. És mit mondtál neki? Nem adsz neki. Mit? Azt mondta neki, hogy majd akkor adok, amikor te. Mind a kettőtöktől kértem. És akkor itt szépen elindul egy ilyen körbe. Elindul, és ilyenkor már előjön a régi is, és ketten már azt mondjátok, hogy emlékszel, a rohadék mindig a nagyobb rántott húst vette ki az asztal. Tényleg. Nyilván, ahol sokan vannak ott, aztán meg aztán pláne, ezzel van jó, azzal kevésbé. Na nézzük a hallgatóinkat, mit írnak. Van egy történetünk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Viki! Na. Igen. Hát ezt te is megtapasztalhattad, már mi nyilván azt, hogy milyen, amikor az ember a testvérével rosszban van. Ez nem egy jó állapot nyilván, ugye? Nem, ez borzasztó, főleg a tehetetlenség, hogy ha békülni szeretne az egyik fél, jelen esetben én, akkor és egyszer nem tudok mit csinálni, és a 4 év alatt már annyira elfáradtam én is, a szülők is, annyira belefáradtunk ebbe, hogy mert itt családok vannak, tehát gyerekeim vannak ott is, nem ismerik egymás gyerekeit se, és igazából ez egy tök banális sztori, és mégis. Mind vesztetek össze, el tudod mondani? Hát ez annyira nevetséges, azon vesztünk össze, hogy ő szokott nekem régebben CD-ket másolni, koncertet, ezt, azt, valamilyen zenekart, és kértem tőle egy CD-t, és nem úgy vette fel nekem, ahogy én szerettem volna, és igazából nem olyan keresetlen stílusban, de magam stílusában mondtam, hogy nem igaz, hogy nem tudtad volna ezt úgy, ahogy izéted. Tehát, hogy igazából nem volt semmilyen konkrét, nem volt semmilyen... Ennyi volt egyszerűen, hogy nem úgy csinált meg valamit, ahogy én szerettem volna. És ezért nem beszéltek 4 éve? Négy éve, ő ezen úgy, nála ez úgy elszakadt. Tehát ott szakadt el nála ez az egész, amikor... Na de hát ezt te kezdemény, tehát te szóltál oda rosszul, hogy nem... Igen, rosszul szóltam, és ráadásul pont a születésnapján. Uh-huh. Aha. És akkor nem lenne mondjuk egyszerű a dolgot úgy átvágni, vagy úgy megoldani ezt a problémát, hogy nyitsz felé? És azt mondod, hogy figyelj, tudom, mi volt, bocsánat, igen, ne haragudj. De milyen igen, CD volt? Lehet, meg akartad óvni, mert olyan zeneízlés, és mondtad, hogy nem lesz oldani. Nem, egy Bon Jovi. Ráadásul, úristen, ezt a csimcsuk, ugye. Igen, mert most egy Ságer CD, és azt nem másolod le neki, még ezt megvehette volna, hogy meg akarod óvni. Nem, csak úgy önletve vettem fel a számokat, és én örültem volna, hogy legalább a számcímeket, vagy valamit, valahogy. Jó, hát itt nyilván valami más típusú ferdülés van azért, tehát aki egy CD-n összeveszik a saját testvérével, azért az elég fura. Ez csak egy ürügy volt, de valójában a 4 év alatt rájöttem, hogy igazából ez őróla szól ez az egész, a saját életének a kudarcára, a saját problémáiról. Mi nagyon különböző testvérek vagyunk, mint a tűz és a víz, az életünk is. Hiányzik egyébként, vagy te beszélnél vele, vagy próbáltál? Igen, nagyon. Én nagyon remélem, hogy hallgatja is az adást, és én nagyon szeretném, ha ez változna, én nagyon kíváncsi vagyok a gyerekére, nagyon szeretném látni a családját. És csak CD-t nem másolják többen. Aha. Nem, tehát, ha hát megkér, az... akkor
akkor ha jelentkezik és megkér, akkor mondd el, hogy ezt már nem vállalod. Igen, ez tabu. Ez a terület, ez tabu lesz a jövőben. Milyen fura, nem, hogy tesók vagy négy éve egy CD-n összeveszek. Itt egy kisvárosban élünk, és vadidegenként, és az utcán, a régebben, ha meglátott, átment a túloldalra, most már legalább köszön nekem az utcán, de megállni nem áll meg velem. Jézus már. De oké. Viszont nem ismerjük az ügynek a részleteit, de azért te is most azt mondtad, hogy ez az egész az ő életének a kudarcáról szól vajlójában. Hát ez akkor tehát, is hogy, rossz nyilván, igen, de, akkor se tudod helyre tenni, vagy akkor is nehéz, lehet, hogy a tesód ilyen, hogy... Túl sarkos ez a vélemény ahhoz, hogy ezt a másik így tudomásul vegye, hogy ja, hát igen, az én életem kudarcáról, akkor béküljünk ki. Tehát, hogy itt... Na jó, de egy CD nem csúszol el valójában. Nem, csak annyi volt, hogy én egy kicsit előbbre tartottam az életemben, mint ő, és időközben ő is családot alapított, lettek gyerekei, illetve egy gyerekem, most várják a következőt. Normálisan munkahelyet, tehát igazából sínre kerülhetett volna úgy érzelmileg is, meg körülményei tekintve is, hogy... Jobb ezeken tényleg átlendül, okay. Nem is miattatok egyébként, hanem talán a gyerekek miatt, mert unokatestvére egymások is nem tudnak semmit. Hát Viki szeretne pont a tesója, tehát ezt a tesójának kéne mondani, mert Viki ezen átlendülne. Tehát Gerinek gondolni, hogy 4 éve nem írsz meg egy CD-t, és aztán valahol elcsúszik az egész, hát ott állsz 4 éve kicsit, igen, miért, és van, nem érted, igen. Csak próbálod és megmagyarázni. Van, így van, és van 3 fiam, neki egy kislánya van, nem ismerik egymást a gyerekek, együtt nőhetnének fel. Tehát együtt hallgatnának Bon Jovi válogatásokat. Csak azt nem, mert ez a neurálgikus mondja a családnak. Igen. Viki, köszi, hogy elmondtad. Megyünk tovább, nagyon sok SMS van. Hát reméljük, hogy kibékültek. Jó? Tényleg jókolunk. Köszi. Na nézzük egy-két SMS, hogy mind vesznek össze testvérek, egyébként tényleg megdöbentő. Nővérem és sógorom 20 évvel ezelőtt az esküvőjük előtt a tőlük kapott ajándéktárgyakat az esküvőjük után visszalopta. Tehát adtak valamit, majd visszalották. Körülbelül 5 év harag után kibékültünk, a feleségem pár évig könyvelt a vállalkozásuknak, azóta tartoznak majd 500 000 forint könyvelési díja, 10 éve megint nem beszél. Ja, azt hittem, hogy azóta üldözi őket az apai. De azért az milyen? Hogy adnak neked ajándékot, majd a sógorral együtt visszalopják. A saját tesód lopja el az ő általa vett ajándékot, amit neked vett, ő visszalopja. De akkor azért az kemény. Atyaisten. Csak hogy milyen testvérek vannak? Kést fogott a gyerekem nyakához, és pénzt követelt. 35 éve nem beszéltem vele. Ezt adom. Zsóka. Ezt mondjuk, jó, ezt adom. Hát ez az alján. Hogyne. Nálunk a bátyám anyán kedvence volt mindig is, ki is használta, rendesen lopott, bántott, elhordott otthonról mindent. Anyunak egy szava nem volt soha, azóta szűnt meg nekem létezni, nekem jött késsel. Mert nem álltam mellé, amikor barátnője feljelentette testi sértésért, Csili. Ugye milyen fura ez, hogy olvas, egy testvérek idáig jutnak, de hát ugyanakkor imán érthető, hogy az ember nem beszél velük. Faterom körülbelül 25 éve nem beszél a nővérével. Kérdezem én sokszor, hogy miért? A válasz az, hogy mert hülye. Igazából nem is emlékszik. Közvetlen szomszédok egymással. Ok már nincs is. Ok már nincs, csak mert hülye. És nem beszél 25 éve a saját testvérével. Az öcsémmel gyerekkorunk óta tart a visszáj, a szüleim mai napig jobban szeretik és támogatják, mint engem. 31 évesen ennek ellenére elértem mindent. Ezt Judit küldte nekünk. Az Iker testvéremmel 10 éve nem beszéltünk. Nálunk a szüleim válása után vesztünk össze, én anyut, ő aput védte. Steam küldte nekünk. Az én tesóm hitelt vett fel a családi házra, tudtom nélkül, mikor édesapám meghalt, örököltem 7 millió adósságot. Te mit tennél? Nem egy korrekt húzás, igen. Aztán egy SMS, ez is nagyon durva. Én a tesómnak odaadtam az ingatlanom, hogy lakjon benne, mert válófélben volt, ő meg akarta venni olcsóban, mert szeretett ott élni. 7 évig ingyen élt ott, mikor nem tudtunk kiegyezni, ellopott mindent. A mosdót, a WC-t, a csapokat, Jézus az égőket. Mária. Minden, ami mozdítható volt, a saját testvérem vitte el. Örülök, hogy segíthettem. Azóta nem tartom vele a kapcsolatot. Úristen, hogy milyen helyzetek vannak, élethelyzetek, nem? Leszereli a WC-t, leszereli a mosdókagylót. A saját tesód. Igen, majd egy albérlő megcsinálja. Annak se örülsz, azért a saját tesót mész, és nincs ott a budi, és a tesód elvitte, azért az kemény. Azért az nagyon kemény. Akkor jön az eltávolodás, a családba bekerül egy új tag, feleség vagy férj személyében, ők képesek teljesen kifordítani a testvért a régi önmagából, üzente nekünk Marci. De akkor azt meg fogadd el, hát ő választotta, igen, attól még a testvéred. Hát. Igen, a testvéremmel 15 éve nem beszélek, meglopott, és a báromnál próbálkozott. Ezt Klára küldte nekünk. Az egyik öcsémet azóta utálom, mióta a nyuszimat elcserélte 2 doboz cigire. Az mondjuk rakendról. Csoki nyúl vagy élő. Volt egy fősülis csoporttársam, akinek az arcát egy buli előtt az ikertesója megégette hajsütővassal, hogy ő jobban nézzen ki. Jézus, gondold el, hogy ezek milyen kapcsolatok? Beteg. Túl csinos vagy. Hajsütővassal. Igen. És belenyomom az arcodba, én, mint a testvéred.
Mondjuk te az én hajsütővasamat. Hát a sajátomat nem tudnám. Ah, igen. Volt, amikor, most már nem. Na volt régen, persze. Volt. Hajirítség, neked volt. Még van. Amikor az enyém elkezdett hullani. Igen. És tudod elvékonyogni a végé, és láttam, hogy a tiéd még mindig dús. Belegyomtad volna a hajsütővasat az arcomba, igen. Hát, nagyon kemény SMS-ek vannak. Hm. Igen. Na jó. Hát van még egy-két durva, de az már hát nagyon, nagyon. Az nagyon. Az nagyon kemény, igen, különböző halálesetekkel kapcsolatosak. Jó, hát akkor ez egy egyedi eset. Köszönjük szépen az SMS-eket. Reméljük, hogy mindenkinek megoldódik ez a dolog előbb-utóbb. A pár, ami nyilván megoldható. Hát vannak itt olyan esetek, amire az időse gyógyír. Érdekes lenne tudni, hogy pro és kontra. Ugye a másik oldal? Hogy a testvérpár írte, ez egyik oldal is, meg a másik oldal is bemószerolva, ugye a testvérét, hogy miatta ment tönkre a kapcsolat. Érdekes lenne tudni. Igen. Na játszunk jó kis hármasugrást már is valakivel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Pista! Ilyen vagy vagytok, Pista? Ilyen. Nekem van ezt írt a Pista. Pista. De csak Pista, Pista. A Pista az hiszem annyira jó. Miért? Nem, nem szép ez a név? De nagyon, de, nem, nagyon. Nem, ez nem ciki de, volt, ne, csak ne tudod. Ne légy paranoiás, de nem, azt mondjuk, hogy nem szép. Sajnos már kevesen vannak ilyen névek. Aha. Igen. Egyre kevesebben. Meg fogynak kedélyes, a Pisták, meg kedélyes. Én azt szeretem benne, hogy a jó hangulatot áraszt. Az, hogy Pista, az egy olyan jó név. Tehát, hogy kellemes. Mindig eszembe jutott egy ilyen mosolygós, nagy darab ember, aki jó megölel. Segítőkész. Pistukám, gyere már, na, csináljuk már meg. Pista, magadra ismersz? Így van. Nem vagyok mosolygós, vagy nem vagyok nagy darab, de igen. Nem vagyok mosolygós, nem vagyok nagy darab, nem vagyok kedves. Ah, és megyere úgy fel, mit akartok, miért hívtatok? És ne ölelges. Na, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem menni fog. Menni fog. Pistának? Pistának is. Nem, Jóskának. Pistának menni fog. Mehetünk, Pista? Mehetünk, mehetünk. Így szól az első kérdés. Mit készítettek egykor a kádárok? Halló? Mit? Igen, halló, Pista. Értjük, hogy időt akarsz nyerni. Kádár? De... Kádár? Így van. Nem, nem, Sebestyén. Hordó, hordó. Hordó, az, 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 az. Pontosan így van. Sebestyén. Kicsit súg a vonal. Mit csinál, Pista? Súg? Itt vagyok. Itt vagy. Igen, nagyon, nagyon tetszik. Na, itt szól a második kérdés. Mehetünk? Hogy? Igen, mehetünk, mehetünk. Melyik mehetünk. Országban zajlik jelenleg a Divízió 1A jégkorong világbajnokság? Ó, hát ezt pont tudom. Krakkó, Lengyelország. Pontosan, igen, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Ki kiabált hátul? Józsi. Hajrá, nem magyarok. Ki kiabált hátul, Pista? Hát itt van a főnököm, kollégám. Ő nagyon lelkes. Igen, 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 az Ati az nagyon... Utána azt mondta, hogy kirúg, de ezt még lejátszunk. Az milyen. Nézed a jéghokit egyébként? Persze, persze. Hát jó, számomra ez nem olyan egyértelmű, nem élünk együtt. Fejvárikként azért a hoki az azért elég. Az igen. Hát hogy Janinak a lőrinciként a hoki is nagyon fontos. De hallott, hát, és nekem Fejváriként Janinak lőrinciként. De én kijárok a csarnokban. Ja. Ja. Így szól a harmadik kérdés. Én, hát én mikor, hol? Igen, a Jani a palára jár a hullámfürdőbe. Hát a kedvencem. Menjünk tovább? Na menjünk, menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján a koboz? Koboz? Koboz. Koboz. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján? Ugye többfajta... Hát azt a sugást kapom, hogy penge. Így van. Így van. Így van. Ott valaki nagyon okos. Ho-ho! Ez léggitár teje. Köszönöm szépen. Nagyon jó vagytok. Nem. Pistukám, az ajándékból azért adjál másoknak is, mert van ott valaki, aki... Ja, malacot, gyere már! Ja, már szóltak, hogy menjek, mert meg kell tetni a malacot. Jó. Ha meg kell, meg kell. Picit kitaláltnak tűnik ez az egész, amit nyomtok, de szeretjük egyébként. Jó, tehát kicsit érzem, hogy igen, na, igen. Annyira nem őszinte, de érzem, hogy gyere már meg kell tetni a malacot. Őszintén van nyilván. Malac? De hogy van? Kamu az egész, persze. Mivel foglalkozol egyébként? Tessék? Mivel foglalkozom? Napelem, napkollektor. Ott sűrűn előfordulnak malacok egyébként. Tehát napkollektor és istáló és ól. Igen, tehát, igen, ez így együtt jár. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok, jó? Köszönjük szépen. Ciao, szevasztok. Hello, hello. Egy percen pontosan 9 óra, a Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. Azt? Azt? És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt
a Klassz FM-en. 9 óra múlt 14 perce, jó reggelt kívánom. Minden morning show hallgatónak, itt vagyunk friss, meleg közlekedés hírekkel. Mi van? Hát nem, frissek és melegek a közlekedés hírek. Milyenek az M35-ösön, Hajdúbőszön mennyi pihenőből a Budapest felé vezető irányban? Jancsi, köszönjük szépen, trafi a 6-os út 176-os kilométerénél Pécs felé, Ezüst Kodából mérnek. Aztán kikékez be olyan SMS-t, amit nem szabadna bekékezni. Trafi az M5-ös 44-es 76-os kilométerénél Szeged felé, ez Zsolt küldte nekünk. 37-es úton trafi Tolcsvánál az Újhely felől érkezőket mérik szintén. Ott is vigyázzon mindenki. Aztán 65-ös úton Siófok kivezető szakaszán szintén mérnek, a Reptérnél Galaxis Gabi üzente nekünk. Szeged M5-ös 44-es Szeged felé trafi. Gyerekek. Dolgoznak. Minden van. M1-es Győr felé nagy dugó, kiégett kamion miatt a 70-es kilométerkőnél. Mindent elmondtam? Kb. Várj, itt maradt olyan az aljában. Ja, nem. Akkor megyünk tovább. Kedv van, ez pedig azt jelenti, ja, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Így írtak el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Wow, kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Hey! TV! TV! Kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Én imádom ezt a szignált, meghallgatnám egyszer egy jó hanggal is. De szemét volt. Ja, bocs, nem úgy értett. Az előbb még halál jó haverba voltunk kint. A Jani ezt olyat nyomja. Adás az adás. Bealtad kint az előtérbe, hogy Tibikém, de rég nem beszéltünk, gyere, ölej meg, és puff, beléd rúg az első adat alkalom, olyat, hogy nem állsz meg a lábadon. Nem szép dolog, Jani. Pedig miért dumáltunk kint, mi? Majdnem 40 másodpercig beszélgettünk, aztán elmentem kimosni a bögrémet. Szinte azt mondta, hogy elmentem kimosni, igen. Valami más. Na, mi újság? Figyeljetek, egy vizsgálat, mert nem most egy vizsgálatról jövök, de egy olyan vizsgálaton voltam, amire nem szántam rá magam eddig. Magas labda, Jani, akarod elejutni? Nem. Remélem, nem jön a Jani, tudod, hogy jövök. De várjál, honnan tudna, hogy mi az? Na, most csinált először. Később elmondták. Na, ez volt az IQ-teszt. Igen, szóval volt a vizsgálat. Hagytam, hogy kitomboljátok magatokat, fiúk. Mennyire vagytok anyajegyesek? Annyira nem, mint te. De nem. Nézettétek? Én nagyon. Szerintem egyébként a Balizs. Anyajegyes vagy, Balázs? Igen. Nézetted? Én szoktam, nekem kell, igen, mert nagyon fehérbőrű vagyok, és nagyon sok az anyajegy. Igen. Rászántam magam, én soha nem voltam, mert mindig kicsit legyingettem a dologra, hogy nem lehet baj. Elmentem egy ilyen anyajegy vizsgát, de mondom, ha már elmegyek, elviszem magammal a páromat, meg gondoltam, akkor gyere velem, hugom. De elmegyünk együtt. Szólított, hugom? Gyere velem, hugom. Hugom este. Igen, nyilván. Elmentünk, meg találtam egy ilyen magánrendelést, szépen elmentünk, beültünk a váróba. Mondd ki a betegségünk nevét, amitől félsz. Nem, amit megkaptál. Melanoma. Elmentünk egy vizsgálatra, beültem a váróba, és szemlégetem, és ki van írva, hogy bőrgyógyász és HPV központ. Akkor egy kicsit kezdtem szorongani, ugyanis a bal oldalamon egy barna lánnyal, a jobb oldalamon egy szőke lánnyal megjelentem a HPV központba. Ott finoman monitorozzák egymást az emberek, nagyon, ez a, mikor mindenki picit nézi, hogy aha, na, csak tájföld, mi? Aha, valami csak benyaltam, mi hülye gyerek? Na, akkor ez... Jött ki egy zenész barátom a vizsgálóból, akit ismertem, tök véletlen találkoztunk ott össze, az első mondata az volt, hogy... Anyád, ezek tőled is elkapnék bármit. Hülye. Nem, az első mondata az volt, hogy tudod, ez rögtön mentegetőzés, hogy nem az, rutinvizsgálat, csak rutinszűrő, nem az izé. Figyelj, oda mentem bejelentkezni, tudod, amikor nagyon hangosan próbálod a pultnál elmondani, hogy melanoma vizsgálat. Anyajegy vizsgálat. Csak jött. Az anyajegyeim miatt jöttünk. A párom, tudod, hangosan hozzáteszem, a párom csak elkísért, a szőkehölgy pedig a hugom. Márkó a halkrögés, hogy igen. A hugom oda ment bejelentkezni. Majd mondták, hogy hogy hívják őt? Bodó Barbara. Mert hogy féltestére... Hugod, mi?
akkor egy ilyen finom röhögés átszaladt a várótérben. Ez a sztori eddig állt meg a lábán, kassz a fiam, és akkor visszamente, a fél testvére! Na, úgyhogy lement az egész sztori, de a nagy arcpirító dolog nem itt következett. Bemész, és tudatosul benned, hogy az összes bőrgyógyász nő. Nem az összes, szerintem. Hát figyelj, én, tehát abban a központban mind, egyébként utána mentem direkt, hogy van-e pali, én egy palit találtam a komplet. De miért durva megmutatni nekik a hátad, vagy hogy miért olyan félre? Igen, mert nekem az urológus nő, akkor az ember kicsit szorul a bőrgyógyásznál. Tehát, hogy nekem kettő ha dolog. Csak nincs egy ritka a szemölcsöpölcsödöm, mert azt mondjuk meg. Azt Balázs, megértem, hogy nekem, nem akarod megmutatni, de egyébként egy női bőrgyógyász, nagyon sok probléma nincs vele egyébként. Nekem, nem, a, hátam, hogy... nekem a hátam olyan érzi ki, mint neked a pöcsöd. Tehát, hogy ez egyik. És olyan szép is. Igen, igen. A másik meg az, hogy én... úgy hámlik. Anyajegy, az anyajegynek megtiltani nem lehet, hogy ne nőjön olyan helyre nem. Is egyébként, uh-huh. Ami az. Na és mi a betegség? Te jól vagy? Megmaradsz? Minden oké? Megnéztél? Hangsúlyozom, tehát hogy most nem akarom neked előverni, hogy ránézni te is, hogy jó indulatú-e, de figyelj, az van, hogy tényleg hát az emberek minden testrészén van anyajegye, és tehát azt mondom, hogy ezt a szorongást, ezt megmondom, hogy ezt nem kívánom senkinek. Tehát, hogy, megmutattad, vagy nem? Meg. És? Elszörnyek? Ne, azt mondta, hogy hát megadta a számát, a privátot. Hogy összefutnánk. Ti szívesen? Tehát, hogyha mondjuk mennél mondjuk bőrgyógyászhoz, akár egy ilyen vizsgát, vagy bármire. De nem szorongsz ettől, hogy egy nő, tehát nem tudom, én benne... Erről mi már sokat beszélgettünk, én a női doktorok mellett vagyok. Tehát én urológust is csak nő. Komolyan. Aha. Csak pasi. Én is. Nem, de a bőrgyógyász nem zavar. De... Ha csak, ahogy az előbb említett okok miatt, ugye. De egyébként nem. Ha egy brutál, Balázs, ha egy valami brutál... Valahol egy hagyja, igen, reggel még megvolt, picit talán. Ha van egy brutál nagy Magyarország anyai egy rajtad ért. Nagyon sok pali van, aki bőrgyógyász egyébként. Tehát sok helyre tudsz menni. A bőrgyógyászat az nem egy olyan szakága az orvostudománynak, ahol kifejezett... A 90%-a nő. A 90%-a. Meg ezzel a formával nincs és semmi gond, hogyha nincsen fölétel tovább, vagy egy becsületem a hűség mondjuk. Meg Tibi, ez a test egy pali előtt iszik ki. Tehát, hogy teljesen... Hallod? Nincs olyan ember, aki teljesen mindegy, nő vagy, Feri, engedd el. Ezen egy pali ugyanúgy röhög a levet közöl. Tehát, hogy legyen elég annyi, hogy miután kicsomagoltam az árut, azért szakmai szimpóziumot rendeltek el fölém, hogy ilyen méretet még nem láttak. Tehát maradjunk az anyai egy méretét, ugye? Ilyet, azt mondták, hogy figyelj, mi ez? Napóra vagy? Tehát, hogy azért hirtelen fölém rendelték. Jó, brutó két percnél azért ne beszéljünk többet erről, tehát menjünk tovább. Szóval, én nem tudom, urológusnál jó, ha pali. Én azt szeretem. Tehát egy nő azért, amikor azt mondja, hogy támaszkodjál föl, mert most akkor nézünk valamit, az nem annyira szerencsés. De például a női nőgyógyász is jobban szereti nő, tehát szívesebben férfi. Hát pont ez, nőként férfihez mész, férfihez nőként akarsz menni. Nem, nincs örök igazság. Hol van meg a komfortérzet? Tehát én voltam prostata masszázson, én örültem, hogy pali csinálja. Ott neked nem volt komfortérzet. De örültem, hogy érzi az ujjam, pedig itt van, nem a nagy közhely, hanem ott azért egy nő azt mondja, hogy na, akkor támaszkodjon fel, kedves Sebestyén úr, a Sámlira, és nem sokára megérkezem. Tehát, hogy úgy a férfi valahogy veled azért úgy van, hogy ezen ő is átesett, tudja, milyen sorsközösséget vállal. Azért érted, egy idegen nő ne turkáljon a fenekembe. Tehát, hogy így a fene vigyel. Támaszkodjon ide Sebestyén úr, hogyha kapar a torka, én vagyok. Igen, tehát, hogy így nem tudom. Ahogy szerintem a nőket is megnyugtatja, inkább egy férfi nőgyógyász a legtöbb esetben. Én minden esetben azért tudok ettől a dologtól szorongani. Nem vagyok egyébként pedig szégyellős, de azért végig gondoltam, hogy ha ne adja Isten tényleg egyszer valami olyan problémával mennél, hogy ott nem tudom, egy második fejnő rajtad, azt most egy nőnek ott nekiállni ezzel magyarázkodni, hogy higgyel, csak a Széchenyi fürdőben voltam, és hát az történt, hogy fú. Tehát, hogy ne, nem érdekli. Nem érdekli. Ha találnak érdekli valamit, akkor sok mindent kérdeznek, igen. Ugye? És akkor, de azt mondta, hogy hát nyilván nem érdekli, nyilván rengeteg ilyet lát, de téged meg, neked meg izé. És az asszisztens ráadásul általában két 20 éves valami nagyon izé formás kis izé, még ott kóricán nyitogatja az ajtót, tehát hogy el tudsz süllyedni. Figyelj, ott nem az a kellemetlen, hogy mit találnak rajtad, hanem hogy ott van a barátnőd is a váróban, nem? hogy rajt is megtalálják. Aki viszont ünnepmentes, mert akkor nagyon gyanús. Hogy rajt is megtalálják. De egy picit még egyel tovább vinném a dolgot. Átlettem egy ilyen, elmentem, utána egy ilyen vérvételes sztorira, megnéztek egy ilyen teljes mindenféle allergia. Nem most keresel valamit? Vagy nem keresel semmit. Bementél egy magánklinikára, beszabadult, és megcsináltam mindent. És itt mi van? Mindenkit kipróbálom. Zártajtok a találtás, mint ahol bekapottál, vagy mi történt? Megnéztem, mennyi van nálam, mondom, ezt most elverem, tudod. Most kicsit, most mulatunk. Menedzser szűrés, vagy ez mi? Egy ilyen szűrővizsgálatot, így van, és elküldtek egy ilyen vérvételre, és ott szintén vártam, időpontra mentem, és
független attól ez egy olyan hely volt, ahol, ahol volt normál rendelés is. Megérkeztem időben, szépen sorszámot, majd kiszóltak értem, hogy, hogy Kassa Tibor, fáradjon be, névre hívtak be. És miért meglepő, a te nevedet használtál. És nem ez a szép, nem a szép, szépen finoman akkor fölhorkant a váró, sétáltam befele, ah, Kassa Tibor! Majd csuktam be az ajtót, és valaki még hallott, hogy utánam kiabált, hogy jobbulást! Veled vannak az emberek. Igen, hát az... kivéve, mikor kifele jöttem, és egy idős, hogy ott várt, valószínűleg 20 perce készült arra a mondatra, ami csak annyiból állt. Besurranunk? Besurranunk? Tehát a finom harcok... Mondta nekem időpontra lettünk. Ez is jó, kaphatod volna azt is, igen. Remélem, már üszkesedik. Csak ezt akartam, hogy olyan rivalizálás van egyébként. Én hál' Istennek nagyon-nagyon kevéssé veszek részt így az egészségügyben, de ott szerintem ebbe a váróba való rivalizálás, meg hogy egymásnak a méregetés, ez olyan szinten van, hogy elképzelnem, tudtam volna előtte. Ez az élet, így élnek az emberek. Látod, ahonnan te jöttél, ott na, ezt nem megszokott. Ezt egy nap megtapasztalom, mások így élnek, érted? Tehát te ott az üvegkalitkában, érted? Hát így, hogy? Na, mondod, most voltak... végre megtapasztaltad, milyen a magyar egészségügy. És azok voltak az emberek, ott a váróban. Mondják, ők azok, akik CD-t lesznek, ők koncertre mennek, látogatóid. Nekik írod a dalokat. Jól értem-e, hogy ebből, hogy én elmentem egy ilyen szűrővizsgálatra, és ki tudtam jönni én rosszul. De most egészséges vagy, vagy nem engem? Csak azért, hogy én komolyan aggódom. Én most tényleg, most percek óta mindjárt megszólás, szorongok, hogy jól vagy, minden oké. Ez nagyon jól esik. Volt egy anyajegy, amitől én tartottam, de hál' Istennek minden rendben van, úgyhogy tudok jönni jövő héten kedden is. Hát akkor ez abszolút indokolatlan, ha még nem is beteg, nem? Abszolút. Jó van, de akkor megmaradsz. Megmaradok, de nem a várótermi harcok azok, amik ma reggel bökik a csőrömet. Rohadt életben várjátok. Van. Egyébként ez most annyira jó lesz ez a csőrbökés, hogy ez új szikrát akartam csinálni. Balázs! Nem, az le akar, várja, megvan. Várja. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tudjátok, úriember biztosban nem fogad. De ez, amit most hoztam... Ez hármas, mi? Ez olyan... Ez a közhelyhez, nem kapcsolód. Ez olyan, gyerekek, ez olyan, hogy esküszöm, tegnap este, ha nem lettem volna rohadt lusta, ehhez új győzelmi szignált akartam csinálni. Aha. A mindent elsöprő csörbökés. De majd lehet, hogy mi eldöntjük, kicsit, hogy mi. Kicsit, amikor a hype-olod, akkor én már mindig félek egyébként. Amikor nem hype-olod, jó, amikor nagyon hype-olod, akkor most olyan, de olyan, hogy bebőksz. Aha. Nagyon komolyan mondom. Ez kicsit olyan, mint egy viccnek megágyaz, hogy gyerekek, ez igaz? Nagyon jó lesz. Öngyilkosság szerintem. Tehát csak vezest föl simán. Ha már nagyon fölhájpolod, már nem tud olyan jó lenni. Meg ez olyan, mint a boxolóknak a kapaszkodás. Egy kicsit így várja már a gongot, én úgy érzem. Olyan, hogy ezzel, hogy így elővezetem, akkor lehet, hogy nem lesz annyira jó, attól féltek? Na mindig, akkor nem hájpolom, nem hájpolom tovább, jó? Ne igazol tovább. Ez most olyan lesz. Na mond. Egy pici privát szféra. Ezek, ja, mert hogy eddig nem volt. Aha. Ennyi. Na, jogos. A te anyajegyed az igazából közül. Ja, értem. Tehát eddig nem az volt, most az jön. Aha. Nem. Küldesz egy üzenetet valakinek. SMS, bármi, üzenetküldő program, Facebookon üzensz, bármi. Nem mondom, hogy az egy régi dolog volt, ide figyelj, solj már itt mellette, mit üzél, Mandi? Nézzük, nem, az a látóteremen kívül ütögetsz, igen. Hagyjál már. De nem, tényleg eddig jó, igen. Eddig bőrletes. Balázs, eddig nagyon jó, tedd igen. Tedd le a telefon. Koncentrálj. Utasd velem. Úgy izgulok, igen. Utasd velem. Jó, de várjál, Tolkien is a babóból, érted, ami csak egy előzmény volt, csinált három részt. Ki tudja, még akár jó is lett. Igen, küldesz egy üzenetet. Küldesz egy üzenetet. Régen is ugye, az már szerintem nem is tudom mikortól volt, amikor kézbesítési jelentést elkezdted kapni, örültél neki, hogy legalább látod, hogy átmegy az üzenet, ugye? Igen. Igen. Ne ugyad. Nem, de hogy uram, várom, hát ember így sztorit nem vezet föl. Kézbesítési üzenet, ez még úgy azt mondod, hogy ez még jó, mert látod, hogy átment, tehát hogy sikeresen megérkezett az üzenet. De igen? Most jön az, amit én rémesen utálok, és tényleg szívből gyűlölöm. De nagyon? De nagyon, semmi se jobban. Az, hogy miért kell arról értesítést küldeni a feladó félnek SMS-nél, bárminél, hogy én óra, hány perc, hány másodperc, akkor olvastam el az ő rohadmányos üzenetét. Mert eddig a kétség benned volt, nem, hogy megérkezett, nem biztos, nem. Hogy elolvasta. Nem, mert ez a világ legnagyobb szemétsége, mert emiatt, hogyha úgy érzed, hogy nem tudsz időbe válaszolni, inkább nem nyomsz rá, hogy ne lássa, hogy olvasd, csak a fejlécit olvasod el, aha.
emiatt, hogyha olyan hiperaktív valakivel boltasz, aki az... Ne szipogjál, Balázs, ne szipogjál. Megvannak azok a rádió műsorok, ahol olyan érzi, hogy valaki van hátul. Hogy a vendég beszél, és a műsorvezető úgy szoszak, hogy... Megvan, egyre többször hallgatok ilyen beszélgetős műsorokat, csak ez a része kicsit zavar. Igen. Az más perc? Nem, sajnos öregedik rá a szakma. Nem, annyi orszőr van a riporter órában, hogy nem tud rendben levegni. És közben így szuszok, mondja. Na, akkor tegyetek. Na, tedd a szívedre a kezed. Tehát az elolvasva, kézbesítve. Egy pipa, két pipa. Neked nem volt-e még olyan, hogy csak azért nem nyomtál rá üzenetre, hogy ne lássa a túloldalon az ember, hogy már elolvastad. A fejlészből kiblöfölted, hogy nagyjából mit akart, kösz, majd holnap majd rányomok, mert látni fog, hogy elolvastam, hisztizni fog, hogy miért nem válaszoltam, mi tartott 6 órán keresztül, még választ kerestem, vagy akkor még rögtön rádob egyet, hiszen már látta, hogy olvastad. Hát ha a beállítások funkciót, hogy végigböngész az ember, például mondjuk a Viberen, azon be lehet állítani, hogy ne lássa, hogy mit olvastad. A legtöbben nem lehet. Akkor a legkevesebbet mondtam. Jó, egyébként már egy újat mondtál, mert azt azon bele lehet, meg fogom nézni. De miért is Samsungosak tudtok viberezni? Hát nagyon jöttök. Egy iPhone-os haverom mesélte. Azért mondom, te Samsungos, honnan tudnál, hogy van egy ilyen, ráadásul Viber magunknak, nem Vibernek, mert Skipének, egészen fejlődsz. A fonetikusok küldték át, mert tudod, mit tufák, nem? Azt sem tudjuk, meglepő ez az ugrás, amit itt mutatta, hogy Viber, és jól mondod. És megtalálta a felolvasó módot az oprendszerbe, tudod, és felolvastatja magának. Használod is, nem Vibernek mondod, hát döbbenetes vagy. Igen. De tök őszintén, soha nem volt még olyan, csak a fejlécet olvastad el, csak az, hogy a másik ne lássa a túloldalon, hogy elolvastad az üzenetét. Na, őszintén. Te mindent rögtön elolvasol, hadd lá... Én nagy SMS-en nem válaszoló vagyok, de hogy valahogy ebből így nincsen akkora dolog. Tudok úgy elolvasni, csak ha tényleg a fejlécet olvasod, és akkor nem látja. Igen. Abszolút. De... Ferenc? Nem csinálok ebből problémát, én nem? Nem érdekel, hogy te mit szólsz hozzá, hogy én csak 2 nap múlva válaszolok. Szerintem, ha tanulsz belőle, hogy nem. Ne írj többet. Ebben most egészen biztos, ezt most elkerítek, ezt a komoly problémát egyébként. Szerintem ez tényleg egy hülyeség. Tehát ez egy betolakodás az én privát szférámban. Majd én elolvasom, amikor én elolvasom, onnan fogod tudni, hogy elolvastam, hogy válaszoltam. Tehát, hogy ennyi, nekem ennek egy következő lépés az, hogy csörög a telefon, és akkor kapjál... Felveszem, ki az, Lóri vagyok. Nem. Mi van, szabad? 11-re ott vagyok. Nem, jó, és kapjál arról egy értesítést, hogy már a kezemben van a telefon. Tehát, hogy kapjál arról egy értesítést, hogy én fogom, és úgy nem veszem föl igen, neked igen, a telefon. Igen, a kézbesítési jelentés az ugye az volt, amikor ő az megkapta, az annyi volt, most ugye kézbesítve, elolvasva. Igen, tehát 2 pipás, akkor vagy nyugodt. De azt csak az iMessage-et jelzi vissza, a zöldet nem jelzi vissza, hogy elolvastad, csak a kéket jelzi vissza. A Facebook Messenger, az összes olyan, ahol ténylegesen kommunikálunk ma már, az mindegyik szépen jelzi óra, persze, hogy mikor van elolvasva. És ezt én szívből gyűlölöm, hogy ezt nem lehet kikapcsolni, mert majd, ha én úgy döntök, hogy válaszolok, akkor abból tudod, hogy eljutott hozzám, és én válaszolok. De ez nem gond. Engem is az arra, és Móninak például küldtem egy üzenetet a Viberen, hogy megszólás után hívlak, csak tudod, mindig innom kell egy kávét tipi és kézbesítve válaszolva, de nem olvasta el, de nem zavar. Majd elolvassa. Jó, akkor is azt gondolom, hogy legyen a következő lépés az, és akkor menjenek ebbe az irányba, hogyha ti ezt ennyire szeretitek, hogy látják, hogy mit csináltok. Nem úgy, zavar bennünket. Hát nem zavar. Engem zavar. Tehát én azt gondolom, hogy igenis, ne lássa majd én, ha válaszoltam, akkor abból tudja, hogy elolvastam. Tehát nekem volt, hogy éjszaka üzen valami hiperaktív. Rád üzen éjszaka. Te megnyomod félállomba. De látja, hogy nem válaszoltál, akkor abban a pillanatban már benne vagy abban a csőben, hogy láttam, hogy olvastad, nem válaszoltál. Mondom, hogy legyen akkor a következő lépés, hogy a csöngő telefont, amikor kézbe veszem, akkor az adjon egy jelzést a túloldalon, hogy a kezében van, direkt nem veszi föl. A Viber ki lehet kapcsolni egyébként, tudtátok? Tessék? A Viber-t azt ki lehet kapcsolni, és akkor kiír a neved mellé, hogy Viber out. És akkor... Nem jó, most beleolvastál a használat utasításba kicsit. Igen, elkavarodtam valahol. Egyébként ennél engem sokkal jobban idegesít, hogy nincs témája. Miért nem lehet ezeknél rohadmányos telefonoknál, ha már telefon, ugyanolyan töltőcsatlakozót csinálni? Pont azért, hogy megvedd az új töltőt. Hát 3 órát kerestem ma reggel egy töltőt. Miért nem lehet minden telefonnak ugyanolyan töltője? Miért nem lehet megcsinálni, hogy ugyanaz a töltőt nekem hoznak egy nagy döntést a nagyok, és azt mondják, gyerekek, mindenki kap egy ugyan, ha már a mi termékünket használ, te is veszed, töltse mindenki ugyanonnan. Ugyanolyan. Hát, nagyon nehéz, erre választalom. Mindegy. Pénz.
Üzlet. Nyilván persze. Profit. Jó, csak visszatérve erre. Át akarsz ülni a helyemre, mert erre adnék én is egy ítéletet most a töltősödre. Nagyon tetszik a felvetés, ha téged ezdegesítő, miért nem minden márkának ugyanaz a töltő, gyere, üljél át a helyemre. Hogy 3 órát kell kutatni, hogy legyen valakinek egy töltője. Hozzuk a hozzakítéletet gyorsan, ugye ebben nincs több. Hozzál utána jövök át, és akkor én is hozok a tiédre. Nagyon tetszett ez a töltős, marha jó volt. Miért idegesítő? De jó volt. Engem nem idegesít. Engem sem. Idegesít? Srácok, a Viber-rel kapcsolatban én azt tudnám mondani. Kettes szintű csörbökés. Esse! Most miért nem akartad megbántani? Nem felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható. Megadható, de nem teljesen egyértelmű, nem is a legrosszabb. Egy kettes ítéletet tudtam ráhozni. Ha valamiért ezért a bökésért akarta egy új szignált csinálni, a jackpot mindent elsöprő csörbökés. Már lett volna dolgozni ez vele. Volt a jackpotos csörbökés. A mindent elsöprő csörbökés. Pedig már 9:54, hát lassan megint arra kell gondolnom, hogy esetleg hosszú évek után először úgy jössz ide, hogy nincs témát. De van! Méghozzá egy olyan téma, amiben igazából segítségeteket akarom kérni, mert próbálok dolgot értelmezni, nagyon tetszik, borzasztóan szeretem, és együtt meg is tudjuk a dolgot valósítani. Biztosan nem foglalkoztatok egyáltalán vele, vagy csak hírként találkoztatok vele. A srác, aki egy ilyen mini államot alapított, mert picit megunta a baránt kis otthonában. Itt a szomszédban, nem? Igen, itt a szomszédunkban. Olvasom. Valaki talált egy ilyen senki földjét. Én nem akarok komolyabban belemenni a politikai vonulatába dolognak, mert rohadtul nem értek hozzá. De a lényeg az, hogy talált egy ilyen kis senki földjét, amin egy mini államot alapított a lelkem, és azt szépen ott elkezdte bebútorozni, kitalálni egy kis saját rendszerét, és most éppen arra vár, hogy a környező államok jóvá hagyják. Hogy egy picit foglalkozzunk már ezzel, hogy van ilyen senki földje lista, tehát hogy én ha most le tudod tenni a Google-ról, hogy te hova akarsz költözni, hol vannak ilyen senki földjék, ilyenek vannak, ezt mi tudnánk most találni? Előfordulhat, de pár évvel ezelőtt volt például olyan, hogy egy fickó kitalálta, hogy egy használaton kívüli fúrótornyon, olajfúrótornyon kikiáltja a saját kis köztársaságát. De ez marha nagy. Aha, a földművesség ott nem nagyon dübörög, mi? Nem. Csak amit a sirályok oda hordanak. Ezt meg tudod csinálni, elvileg erre van lehetősége. De földrajzilag találsz egy olyan pontot, igen, akkor ott létre tudsz hozni. Ezt csak csinálták Afrikában, és már sok helyen próbálkoztak ezzel. Ha csak emlékszel arra, hogy amikor még volt határ, és mentél Bécs felé, igen, akkor kiléptél Magyarországról, mentél 200 métert, és beléptél Osztrákiába. Hát ott a kettő között te simán csinálhatnál valamit. És csak két országgal kell dumálnod. Érted? És akkor megvagy. Van egy 200 méter széles országod, viszont marha hosszú. Ilyen szigeteknél arra kell figyelned, hogy ez nemzetközi vizeken legyen. És akkor legalább egy ország mondjuk így elfogadja azt, hogy te neked ott van egy ilyen kis állam, hogy elismerje. És mert te nekiindulsz egy hátizsákkal, és akkor találsz egy ilyen darab, ilyen senki földjét, ott körbeszurkálod, ilyen nem tudom, ilyen kerítés létszekre, és azt mondod, hogy ez egy kaszalend, és aha, akkor... Igen. Ne hülyeskedj már. Hát mondjuk a névválasztáson még picit tudsz dolgozni. A kaszalenden. Kaszalend. Hát azt egyértelmű. Megcsinálnád egyébként? Hát szerintem marha nagy poén. Hát gondolj bele, hogy nekiállsz, ott a saját kis szabályrendszerét ott kidolgozni. Tehát én rögtön csinálnék ott valami olyan adóparadicsomot ott 7 négyzetkilométeren, hogy belebolondulsz. Tehát, hogy az ott lenne 6 darab kaszinó, 4, ezért nem tudom, valamilyen ilyen, valami kupleráj, meg nem tudom. Tehát, hogy szerintem... Istenem, tehát kaszinó, kupleráj, adóparadicsom. Nem, nyilván ez a három. Múzeum. Igen, nyilván, hát ha én csinálnék egy önálló államot, az nyilván tele lenne múzeummal, és rengeteg könyvtár lenne. Hát erre, mire tippeltél? Igen. Kupi múzeum, kaszinó múzeum. Na, de egy picit játszunk el a gondolata, hogyha mondjuk mi négyen létrehoznánk egy ilyen mini államot, akkor kinek milyen... Ott háború lenne szerintem. Ott megtámadnánk egymást. Igen, egymást. A mini államon belül, igen, a megyék megtámadnák egymást azonnal. Én az első nap ellopnál a felé egy ingét sátor. Igen, nem az a baj, de ott sivítaná, hogy már megint átjön a disznó szárszag. Te lennél középföld, ahol a hobbitok laknak. Egyértelmű. Igen, hogyha visszatovágodik a történetet, ti jönnétek hozzám, hogy ha elad szeretnétek igazán nagy dolgokat érni, például, hogy vigyek el egy gyűrűt. Dob bele. Igen. De a Jani például szerintem döbbenetes jó lenne ilyen valamilyen igazságügyi dolognak, vagy nem tudom, tehát hogy tehát igazságügyi miniszternek, vagy valami ilyennek, tehát ő szerintem, ha valaki rendet tudna tartani, én például csak a Janit tenném. Én nem akarok egy olyan államban élni, ahol a Jani tart rendet. De. Én nem akarok minden nap mindent élére hajtogatni, mindent 6-szor kivasalni, úgy fürdeni, hogy közben ki kell mosni a kocsos ruhát, és 4-en fürdeni egy vízben. Akkor én kilépek. Azt én megmondtam az unió egységét, én
kilépek és saját magánállamot alapítok. Tehát nem Jani hozza a törvényeket. Vagy legyen egyfajta kontroll. Nem az a baj, hogy négyen fülünk egy vízbe, hanem hogy nem mindig te vagy az első. Másodiknak se örülnék. Ott csak első akarok lenni. De azt mondom, hogy Jani egy jó igazságügyminiszter. Tehát, hogy ő az, aki felelne a rendér, hogy ott minden rendben legyen, élén legyen. Én egy olyan világban, ahol Jani ezért felel, én tudnék élni. Téged azonnal bebörtönöznének. Tehát mi ketten mennénk a börtönbe. A Feri lenne a földművelés ügyi, vagy mi lenne a Feri? Állatgazdálkodási, élelmezési, az te lennél. Agrár. Igen. Agrár. Ja. Hát a Balázs egyértelmű az oktatásért felelne. És PR vonal. Oktatás is. Nem lennének sokan az óráimon, hárman lennétek, de lenne hova fejlődni. Azért lehet tudni. Melyik órával kezdenék, tanár úr? Illemtannal. Nem túrunk orrot, nem esszük meg. Mondja ez az, aki leszette ma a mikrofon szívacsról a morzsát is megette. Hát én az oktatást vállalom. Az oktatást vállalom. Az egy jó poszt. De és te magad, te mi le? Elnök, kormányzó? Vagy mi? Hát egyértelmű a király. De hogy ez királyság lenne, igen, tehát az államformát ne kéne határozni, hogy mi lenne. Alkotmányos monarchia, királyság, köztársaság, tehát hogy mi lenne? Csomó olyat mondtam, amit nem értettem. Azért nem akartalak összezavarni. Sima királyságban nem megyük bele. Na, de ez, szerintem ez jó móka lehet egy ilyennel foglalkozni, és ugye ebből aztán ki tud nőni, tehát így, hogy most mi nekiugranánk ennek négyen, és ebből utána ki tud nőni egy rendes, valami kis működő mini állam. Azért, mert mi most négyen úgy döntünk, hogy a senki földjén ott leszurkálunk karókat, és ott nekiállunk ott uralkodni, oda jönnek emberek, mert nekik tetszik a mi programunk, ahogy mi ott élünk, és akkor egyszer csak az egy létező mini államként ott elkezd funkcionálni. És minden vasárnap a tűz körül sorsot hozunk, hogy ki legyen a jövő héten a csaj. Még csak négyen vagyunk? Igen. Most már biztos, hogy nem jössz. Négyen. Mi? Azt nem mondtátok. Aki gyufát húzunk, aki a legrövidebb, azt kezdi. Igen. De hát ott lennének ilyen kellemetlen pillanatok, amikor például mitől kiúzzák TV-t még egyszer, meg megint, még egyszer, meg megint. Én meg nem az, hogy ő tiltakozik, hanem hogy már megint a TV, légy, nem már. Én megbügykölöm a szavazást, igen. Vagy a sorsúzást. Én megbügykölöm. Ez egy nagyon gálás felajánlás a részedből. Bügyköld meg. Belenyúlok a szavazásba, én a kasza lenne. Valami azt érzem, hogy ez a mini állam létrehozása, pedig én azt gondoltam, hogy mi négyen jól csinálnánk, hogy mindenki bebülne, de hogy ti nem akartok mini államot csinálni. Hát ha lehetünk többen, jöhetnek nők, ott jöhetnek a feleségeink, és szaporodhatunk, és sokasodhatunk, akkor ilyen így négyen egy nap alatt felbomlanak. Akkor én itthon maradok inkább. Tehát egy nap alatt háború lenne, káosz, anarchia is, és vége is lenne a jó, mi államnak. Hogyha bárki tud egy valami frankó ilyen senki földjét, amin el tudunk kezdeni karókat szurkálni. De ezt nem tudom, hogy lehet keresni. Ezt most beütöd ezt a Google Earth-en, hogy senki földje, ha? Vagy senki földje, és akkor ad egy ilyen listát arról, hogy ott hol lehet egyet megalakítani? Jó, én ezzel foglalkozok, keresek egy olyan terület, ami szimpatikus, és akkor jövő hétre hozok róla képet, hogy hol tudnám elképzelni veletek a mini államot. Az nem lehet, hogy te előre mész, megalapítod, mi pedig itthon figyeljük az eseményeket. Szóljak, hogyha kész vagyok? Nekem ne. Szóljál, ha kész vagy, Tibi. Szóljál. Azt írja egy hallgató, hogy azt olvastam, hogy ezt előbb játszátok le Monopolival. Egyébként le lehetne. Ott kiderülne azért, hogy ki. Ott ki mit gyűjt és ki milyen jellem. Igen. Fiúk, akkor maradtam egyedül csinálok mini államot, akkor nem jöhet. De akkor nem jöhetek velem a kaszinó kupleráj államomba már később, ha kész van. Túléljük valahogy, jó? Ma rájöttök, hogy ki az igazi barát, hogyha nem jöhettek velem. Félve kérdezem, hogy olyan sok mindenről beszélünk, már nem is emlékszem. Uh-huh. A bőrgyógyászat megreformálására, a harcokért, a kézbesítési üzenet felbomlasztásáért, és a mini állam létrehozásáért jogos-e a tas és a sikoly? Ennyi mindenképpen jár. Ami jár, az jár. Ami jogos. Köszönöm szépen Tibinek. 3:10 lesz pontosan 3 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 pontosan. Azt írja egy hallgató, hogy egyedül a nyomorult Apple csinál másfélen töltőt, a többi márka már micro USB csatlakozót használ. De hát akkor ez a saját termékünknek is szólt egyébként, akkor miért mondanak ők nemet erre? Tehát, hogy akkor fura, ez hát, gőgös és arrogáns. Mert mindig is ilyen volt azért az Apple. Nyilván persze, ez egy egyedi dolog. Így a saját utat jártak. Most az nagy kérdés, hogy a csatlakozó ugyanaz az összes többi, de ugyanolyan árammennyiséget is igényel a telefon, tehát mondjuk egy Nokia-t, meg egy Samsungot tudok felváltva használni ugyanazon a töltőn. Simán. Ugyanaz az áram. Hát a Nokia-t, meg a Samsungot nem.
De hogy mondjuk, mondjuk a Samsungot, meg... Az ja, de Nokiát, Nokia, azt hittem, írtam, mert nem Nokiát lehet, meg Huawei-t, meg mit tudom én, meg ezerféle más telefont is rá tudsz. És ez megvan, hogy Titi nagypapa megy az erdőbe? Titi nagypapa megy az erdőbe. Állj, Titi, Nokia. Aha. Aha, ja. Na. Jó, menjünk le a legaljára. Menjünk le a gödör aljára. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Megjelent egy cikk, miszerint trükközik és lop a magyar a közérben. Mi most nem elsősorban a lopásról beszéltünk ma reggel. Az egy szomorú dolog, nyilván az ember rá van szorulva, sokszor lopni kényszerül, bármilyen formában nyilván ezt az ember elítéli, ez nem jó és nem elfogadható. Mi arról beszéltünk, hogy és arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők hogy trükköznek hiperekben, piacon, kisközértekben, éjjel-nappalikban. Mik azok a kicsi, apró trükkök, amivel, hát érdekes, nem lopnak, de mégis egy kicsit kimélik a pénztárcájukat. Ugye nem egyértelműen arra gondolunk, hogy berakom a szalámit, vagy mit tudom én, mosóporos dobozba kiviszem a videokamerát, hanem kicsit beleeszem, lecsippentek, félkifliteszem meg, de a végén kifizetem, lopás, nem lopás, több narancsot teszek a vödörbe. Hogyan trükköznek? Így van, hallgatóink. Ennek megcsináljuk majd a másik fordított verzióját, amikor arra kérünk kereskedelemben dolgozókat, hogy írják meg, hogy bennünket fogyasztókat hol tudnak átvágni, ezzel is foglalkozunk, mert ez is egy érdekes téma. Szóval a bolti trükközésekről foglalkoztunk. Hát nagyon sok hallgatónk írt, meg mi is kicsit nem összevesztünk, csak máshogy látunk dolgokat. Tehát hát van a nagyon eminens... Hogy? Nem. Feri, a tisztességes? Feri, a tisztességes, nagyon eminens Feri, a középen mozgó... A neki sem is a drága Feri. Igen, igen. Azért, mert nem hámozom meg a görög dinnyét a boltban. Bármit megvehetek, Feri. Vagyok én, aki kicsit beleszik a szőlőbe a középen mozgó, és van a banán csutkáját és a karfiolt karalábét is meghámozó, öddek a zöldet leszedő, csak azért, hogy 10 forinttal olcsóbb legyen, Jani. Bocsánat, én vagyok, igen. Egy hivatásos forgácsoló vagyok. Igen, mindig oda mész. Erről beszélgettünk, kiderült, hogy mindent egy picit máshogy látunk. És aztán egy kicsit komolyabb témánk is volt, ugye a Gallagher testvérekkel foglalkoztunk, akik ugye évek óta nem állnak szóba egymással, és arról beszélgetünk, hogy milyen szomorú az, ha testvérek ide jutnak, hogy hát tulajdonképpen hosszú éveken keresztül valamiért megromlik a viszony, nem beszélgetnek egymással, megromlik a viszony, és tényleg szóba nem állnak. Arra kértük hallgatóinkat, hogyha ebben a helyzetben vannak, hogy ilyen cipőben járjanak, írják meg nekünk, hogy miért vesztek össze a testvérükkel, és mi vezetett odáig tényleg, hogy évtizedekig akár ne beszélgessenek egymással. Hallgatóink írtak, mi pedig ezeket most újra megmutatjuk. 4 perc múlva pontosan, 10 óra. Na, szomorúak azért ezek a testvértörténetek, nem így hallgatva, hogy olyan fura, hogy együtt játszol valakivel a legjobb barátod, és aztán hosszú-hosszú évekre ellenségek lesztek, és nyilván megvan rá az okod, és olvassa az SMS-eket, tényleg joggal nem hívott föl, ha azt megteszi veled, amit a hallgatóink egy része megélt a testvér által, érthető, hogy nem próbál neki mindent elnézni az ember, és megbocsátani csak azért, mert a testvére. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság? Hogy vagy? Ez a témához jobban, ha én nem szólok hozzá. Igen. Picit magas labda volt. Igen. Nem lenne elég a 4 órás műsoridő. Hosszan tudnád. Igen, de ez Balázs szerintem nem tudja. Most picit, a hallgatókat képviselem, hogy hülyén állok ezen. Nekem is van 2 testvérem, de mi sem nagyon tartjuk a kapcsolatot. De egyébként tök érdekes, mert egész gyerekkorunkban arról beszélgettünk, amikor azt láttuk, hogy apám a 2 öccsével, és aztán apám mesélte, hogy az ő apja is a testvéreivel folyamatosan veszekedett, hogy majd mi nem. Ti nem veszekedtek, már nem beszéltek egymással. És látva a gyerekeimet, ahogy mondják egymásnak, mindig azt az a baj, azt mondom, hogy jaj, az a baj, bárcsak hogy ők ne örökölnék ezt. Nagyon, tehát minden családi minta generációkon keresztül öröklődik. És ha te nem oldod meg. És ha nem oldod meg, és nem oldod a gyerekeidben, akkor ugyanazt a mintát hozzák. Erre jó a Hellinger-féle családállítás, nagyon-nagyon jó. Hogy tudod kiütni magadból azt a programot, amit a szülők, nagyszülők generációkon keresztül vittek és rontottak el, és akarva akaratlanul, tudatlanul benned ugyanaz a program működik. És ugyanezt hozod, és a Hellinger-féle családállítás egy döbbenetes dolog, ahol te látod a saját családodat, hogy föláll, mi beszéljünk róla egyszer, nagyon érdekes dolog, fölállítják neked különböző vadidegen emberekből, akkor ott helyére kerülnek, és megértesz olyan dolgokat, hogy mi alapján nem fogod már ugyanazt a hibát elkövetni, mint az apád, a nagyapja, az ő apja, és generációról generációra ugyanaz a modell. Nagyon érdekes. Hol és ki tudod ütni? Hol rendel ez a Hellinger úr? Nem a piacon felé. A heringes mellett. Csabi, ez nagyon fontos. De a koncerten láthatod őket, Eszmény, Viktória, a Hellinger Gábor. Nagyon fontos, Csabi, mindegy, hülyék vagytok. Istenem.
hagyjuk. Majd beszéljünk, Csami. Jó, oké. Igen, tessék. Balázs, Hello Morning Show, Feri, Csabi, Ami, Hello. Szia, Laura. Igen. Hello, elfelejtetted, hogy írtál? Igen, igen, el is felejtettem, kiment az agyamból itt a tanulás közepette, daldandó, most csinálgatom. De helyes vagy. Éppen tanulsz? Hát igen. Vizsgára készülsz? Nem, még nem, a vizsgaidőszak még nem következett el, majd az egy hónap, mondjuk kb. 3 hét. Ugye arról beszélgetünk, hogy ki hogy trükközik különböző boltokban, hiperekben, te azt írtad, hogy a saját szemeddel láttad, egy hiperben a kimérős részleg, egy nagymama a gyereket beültette a mogyoróhoz, míg a mama ugye vásárolt, a gyerek jól lakott. Igen. Igen, hát van ilyen, igen. Hát jó, a gumicukrot én is megkóstolom, de a gyereket nem ültetem be elé. A gumicukrot is megkóstolom. Egy fa, veszek egy kicsit, és akkor mit tudom, egykor. Nem csinál meg azt, hogy veszek 10 dek a mogyorót, vagy 10 dek a pisztáciát, és a mogyorót szetlit rakom rá, mert az olcsóbb, ezt nem csinál meg. Laura, te vagy a naphallgatója, de nem tudunk neked reklám, vagy ajándékcsomagot adni. Igen, mert nem mondtam ki a klassz. Bizony, az igen, bizony. Gondoltam hát még, hogy morning show. Igen, ha klassz igen. mondtál volna, azt is elfogadjuk, de morning show, igen. Hol hallgatsz minket, Laura? Hát most jelenleg itt van, egyébként nemrég értem haga, egyébként a kocsiban hallgattam. De helyileg úgy értem, bocsánat, rosszul. Ja, Miskolc. Mellett, igen, Sajóvámoson. Sajóvámos. Jól van. Ja. Hát azért örülünk, hogy minket hallgatsz, de nincs ajándékcsomag. Jó? Nem baj, semmi probléma. Jó tanulás neked. Puszi, Laura, köszönöm szépen, hogy felhívtatok. Hát mi köszönjük, hogy írtál. Ciao. Oké, okay, hello! Hello, hello! Szia! Csabi Kábre, meg zenék? Nálatok hallottam először, sőt, hát mindenki nálatok hallotta először, hiszen nálatok volt a premierje annak az Ákos slágernek, amit majd most én is leszeretnék játszani. Ráadásul közben nézem a honlapját. Még nem sláger. Majd az lesz. Én annyira, ennyire hosszú Ákos turné listát még nem láttam. 14 állomás. De tényleg ilyen 3-4-et szokott játszani évente, jövő héten csütörtökön indul Pécsen, és augusztus végéig van, nem, szeptember elejéig van ez a 14 állomás. Ezen a nyáron biztos, hogy sikerül elkapni élőben őt valahol mindenkinek. Lassúcska egy kicsit, nem? Vagy olyan... Figyel, első hallásra azt gondoltam, igen, hogy ez nem az a tipikus Ákos sláger. Nem. Olyan, mintha bárki más írhatta volna. Mm. De közben megjön az a középrész, ahol bejön az igazi Ákos a dolog. Ugyanis kicsit, hogy nézem, olyan zumba, mamba, csumba, jönnek az oroszlánok, zsiráfok, repülnek a madarak. Nem, ugye oroszlán király is kicsit. És háromszor, jön a Disney feeling. Figyelj, nem olyan, mint az igazán, hogy meghallod egyből, és már fütyülöd, viszont a háromszor, négyszer meghallgatod, onnantól kezdve ki sem tudod törölni. Hát a szövege az meg zseniális. Jó, de hát ugye Ákostól ezt már el is várjuk. Jó, meghallgatjuk. Csabi jön a kiválságműsorral 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Ha szeretne valaki dalt kérni, akkor hívja ezt a számot. Mi pedig jövünk holnap 6 óra. Akkor szép napot, szevasz! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az